Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak? Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pifkó Krisztián, alias Mujó. Mindenkinek szar a hangja. Ebbe a nagy csöndfelvételbe állt be pont egy trolli a ház előtti megállóba, és így láttam a néma hullámformán, ahogy a Doppler effektus már megint jött, és így tömörítette a kis oldalakat. Nagyon muris. Zsír, zsír, zsír. És akkor most nálad csönd van egyébként a kültéren? Hogy érted, hogy csönd van? Ott, hogy most megy el mellette trolli? Most épp nem. Most akkor most egy pici csöndet tőled, és akkor már azt megint majd... csöndet. Jó. Fú, bazdmeg, ha még így csöndet kérsz, akkor megfulladok előbb-utóbb. Na, mi történt veletek? Mindenki dögrováson van, úgy veszem észre. Én nem. De legalább nekem ne hazudnátok. Mert ki hogy, hazudik neked? Hát például az, te. Ti ketten fiatal csikók létetekre, apukám, megborultok attól, mert egy kicsit köd van. Arról én nem tehetek. Ja, értem. Jó, hát akkor teszem föl máshogy a kérdés. Mi történt veled, Fifika? Mert hát veled nem lehet művészkedni. Veled vagy a juhaiddal? Az. Már többet tudunk a juhairól, mint róla. Két dolog történt velem. Ami említést, tehát egyébként percenként történnek velem fontos dolgok, de ami a párásítóba említést érdemel, és a nagy érdemű érdeklődésére tarthat számot. Az egyik az ugye, hogy szombaton Szegeden volt a Csongrád megyei gőzlovagok kerekasztal tanácskozása, ami hagyományosan minden hónapban egyszer, hát ugye nálunk nem fanyűvő van, hanem szamos kocsma, de hasonló feeling egyébként, mint a fanyűvő. Úgy látszik, hogy olyan helyekre engedik be a vapereket, ahol tud ilyen iszonyúan telefából készült, brutális bútorokkal van berendezve a belső tér. És hát ami nekem nagyon kellemes volt, hogy jött két fiatal srác, teljesen váratlanul, tehát sehol nem jelezték, senki nem hívta őket, egyszerűen. És akkor kérdeztem, hogy és hol találtatok rá arra, hogy lesz, és mondtak, hogy a Fekete Fórumon. Úristen, mondom, van még ember, aki még jár a fórumra, meg olvassa, meg izé. És akkor nagyon kellemesen elbeszélgettünk. Az egyik srác az lejött szegény egy 1300 milliampere órás spinnerre, és direkt tényleg senki egy szóval meg nem említette, hogy milyen készüléke van, de egy ilyen másfél óra után mondta, hogy hát fiúk, bocs, de hazamegy, lemerült az akkumulátora. Aztán mondtuk neki, hogy tehát erről a találkozóról te azért nem mehetsz haza, mert nincs eszköz a kazánod alatt, úgyhogy összedobtunk neki gyorsan egy ice ticket, és akkor végig maradt. Ilyen 3 órakor kezdtünk, olyan 8:30-kor vetettünk véget a bulinak. Jó volt, átbeszélgettük a lehetséges dolgainkat, és a másik kellemes dolog, ami történt velem, bár Charlie azt mondja, hogy mi ez az öregasszonyok módja, de hogy hozzájutottam egy Smoke 3-box minihez, ami zebra fából készült, bár nem tudom, hogy ez a zebra fa mekkora kuriózumnak számít, de szép. Tehát én már jutottam oda, érted, hogy már kurvára nem érdekel, hogy ez most 75 watt, meg temp control, meg nem tudom én, ilyen két nap után bírtam bemászni a menüjébe, de egy nagyon-nagyon kellemes, tapintású, jó kis markos, szép készülék. Na hát, nekem már ilyenek kellenek, hogy tetszen.
Érted. Tehát nem a technikai paraméterei adták el a készüléket. Hát meg kell, hogy jelenjen valahogy az elnöki mód. Ha nem, az semmi köze a kettőnek egymáshoz. Az elnöki mód az marad egyébként a 007-es kúzi, vagy kuzi mód, vagy mód, kinek hogy tetszik. Na, és veletek mi történt? Velem túl sok minden nem történt, leszámítva, hogy pénteken kezdődik az Ubisoft által fejlesztett Division című játéknak a bétája 3 napig, és már le lehetett tölteni előre a béta bírút, úgyhogy most e fölötti izgulás van. Ippeg. Karajzsír. Az egy karajzsír program egyéb iránt. Elég ígéretesnek tűnik, igen. Ez nyomta rá a hétre a bélyegét nálam, meg az új hobbim, hogy fogorvoshoz járok. És költséges egy hobbi. Igen, költséges egy hobbi, de nagyon meghálálja magát hosszú távon. És volt nekem egy ilyen köröm már 10-11 néhány évvel ezelőtt, amikor egy ilyen nagy generált tartottam a pofázmányomba. Csak félbehagyattam a végén sajnos, és volt egy fogam, aminek a felét le kellett szedni ahhoz, hogy kiférjen mögüle a bölcsességfog. És hogy nem, ott begyulladt a bölcsességfog helye, meg mindenféle ilyen szírszarok, de az a lényeg, hogy annyi idő eltelt, mire hozzá lehetett volna látni ahhoz a foghoz, hogy soha többet nem mentem vissza. És ez a nyílt fog, ez most itt 10 évig itt szerencsétlenkedett az arcomba, és én már lélekben többször lemondtam róla, hogy ennek valami nagyon csúnya vége lesz. És nem, a fogorvosommal elkezdte gatyábarázni, szépen kipucolta a belsejét, és kiderült, hogy nem sérült még az élő része, és föl tudott építeni belőle egy fogat teljesen. Úgyhogy így a semmiből lett plusz egy fog a számban. 10 centivel a talaj fölött járok. Annyira boldog vagyok, hogy azt elmondhatatlan. Eszembe jutott a Charlie által kiposztolt kép. Igen. Ez a... De milyen kurva jó néz ki. Igen, az bájos volt. Minden bájos, amit én rakok ki. Úgyhogy ez még az történt velem, hogy Charlie ugyan megint kérdezted, hogy hogy áll az ECG tanulmányos weboldal, de még mindig nem értem utol magamat, de most már egyre közelebb kerülök a... Hát ez gyönyörű. Madzag végéhez. Folyamatosan ezzel letetsz engem. És te megkajálod. Hát, ja, folyamatosan. Adán. És veled mi történt, hallom? Milánóban jártál? Látom, hogy figyelsz a részletekre jövő hét, és nem én, hanem a barátom, és én megyek kutyát etetni. De mindegy, tehát ezeken lépjünk túl, hogy ennyire leszarod, hogy az ember mit mond. Adás előtt... Hát én, ahogy hazajöttem, úgy valahogy sikerült belelépni egy ilyen taknyos, torokfájós szezonba, úgyhogy pont az adás után egy picivel lettem szarul, tehát az múlt heti az sikerült kibekkelni, most meg már vagyok olyan jól, de hát a hangomon az még mindig hallatszik, hogy nem százas a dolog. Úgyhogy most egy kis, nem is tudom, hogy mit szívok erre, várjál. Vedd le a náthás effektet a hangkártyádról. Igen. Royal Berry mentolt szívok rá, hogy hát ez előzi kicsit. Dobd rá, Charlie, az effekt gyűjteményből a beauty funkciót. Hát az... Mondjuk eddig is szar volt a hangod, tehát semmit nem javít rajta, de mégis. Én kérek elnézést minden kedves hallgatótól ezekért a borzasztó szar favicegére, amit a Fifika így most már közel a 70-hez elkezd lövöldözni. Azért, mert van egy, és ezt múlt héten elfelejtettem mondani, mert van egy szar, levetett, koszos, büdös nejlonharisnya popfilternek fölrakva a mikrofonod elé. Azóta vagy ilyen nagy arcú. Azóta vagy ilyen nagy arcú kisbarátom. Kisbarátom, amit te 30 000-ből oldasz meg, azt én 30 forintból megoldom. Kikérem magamnak. 75 000. 75 000, bocsánat. Én kérek elnézést.
Én még abban a büdös kommunista barkácsoló szellembe születtem bele, tudod, amikor nem lehetett megvenni 75 ezer ér, baszki. Megépítetted, elmentél, összezacskóztad, azt megépítetted. Ha még valakinek mond valamit, a hanyas volt, a Squad 406-os erősítő. Mond ez nektek bármit? Persze, bazd meg. Hát semmit se. Kibaszott híradástechnikai szakközében jártam. Igen, mond. Hát akkor tudod. Tehát, hogy azt nem lehetett készen venni, baszki. Azt össze kellett kukázni. Azt sose felejtem el. Alkatrészenként. A technikusi vizsgára 10 emberből 7 vagy 8 erősítőt csinált. Leginkább vagy csöveset, vagy nem csöveset, de erősítő lett a vége. Tudod, ez a bármit hozol ki a gyárból, bazd meg, a végén összerakod, mindig tank lesz belőle. Úgyhogy ez is olyan volt. Ja, és nagy az örömöm, hogy visszatérjünk rám. Képzeljétek el. Foglalkozzunk veled is. Igen. Végre a céges kártyámmal tudtam vásárolni a Hobby Kingről lipóaksikat, és ez valami borzasztó földön túli örömmel ruházott föl engem. Tehát mikor azt írja ki a végén, hogy order completed, fantastic, hát ott tényleg úgy éreztem, hogy it's fantastic. Hát én például ma lepattantam az AliExpressről. Tehát én ki vagyok akadva. Fölmentem az AliExpressre, szeretnék készíteni, mert most már mindenki csinált ilyen keverős videót. Szeretnék készíteni én is egy keverős videót. Hát ez látod, az már túl mainstream. Igen. És néztem hozzá a botmixert. Figyelj, te mennyit akarsz keverni, mert őszintén. Szerintem Boris eléggé kimaxolta, tehát annál durvább setupot nehéz lesz. Tudod, hogy mindennél van tovább. Mindennél van tovább. És találtam egy olyan botmixert, hogy beszartam, amikor ránéztem, mondom, ez bazd meg likvid daráláshoz van kitalálva. Meg akartam venni, és a végén. Nincs az AliExpressen PayPal fizetés. Nincs. Érted? Nincs. Hát mert a sajátjuk van, igen. Persze. Hát fú, nagyon kiakadtam. Erre berágtam, érted, és akkor próbáltam a kép alapján keresni hasonlót, aztán nem volt, utána céges felhasználásra kerestem ilyen kétliteres fedeles üveg kancsót, nem tudok rá jobb szót, ilyen kiöntőt, és bazd meg, egyszer csak ott néz velem szembe egy magyar oldalon ugyanaz a botmixer, amit kinéztem az AliExpressen, hogy ilyen nincs a világon, csak tot Kínába, és ott néz velem szembe, itt tudom én, valami Hauser, vagy akármi, nem tudom mi, 3300 forint, azonnal leütöttem. Tehát holnap nálam van a botmixer. A likvid daráló botmixer. Tehát ez legalább akkora durranás lesz, érted, mint a hatszögletű tekerőrúd. Ez kész. Agyilag zokni vagyok. Jó van, várjuk azt a videót is. Hú, de unalmas témát mondtál most. Charlie, ennyire nem érezheted rosszul magad, hogy elalszol beszéd közben. Kekőz. Beteg. Most fölébredtem, hogy belefújtál a fülembe. Belefújtam a módba. A módba. Összepiszkolódott a sárga rész, bütyök. Mindent ja, értek. A bütyök az olyan. Ezért rakd nem húzott át a delej, amennyire ne szarozzál. Standelt föl. Ja, tedd rá a standre, vedd le a topkepet, és húzd bele át a rayont olyanra, hogy jó legyen. És aztán clearingeljed meg a picsába az egészet. Ja. Most már tökéletesnek. Vigyázz a hotspotokra. Mert fontos, hogy a delej áthúzzon a srácokat. Ezen áll, hogy bukik az egész mutatvány. Hát dealbreaker, mondom én. Figyelj, amikor nekem mehamodon volt, akkor van az a nagyon finom fém szövet, szinte már ilyen gyapjúszerű cucc. Na azt kimostam, mert ez át van itatva valami mosószerre, és mindig azzal pucoltam. Ja, az izére gondolsz, a dörzsire?
Hogy? Ilyen dörzsi valami, amivel az edényeket lehetett megpucolni. Igen, de ez a legfinomabb. Igen, igen, hogy olyan volt, mint egy ilyen fölpuffasztott kis szivacs, és abban ilyen valami tisztítószeres cuccot beleítettem. Igen, azt kimostam belőle a tisztítószert, és figyelj, már nem kell ilyen szórakozni. Elmész a izébe, de még én is adok neked, van itthon annyi, mint a szemét. Ezres, kétezres csiszolópapír, arra egy kis vizet, és a réz érintkezőjét áthúzod rajta háromszor, négyszer. És ennyi. Kész, vége. Mint a Salamon töke úgy fog ragyogni. És a delej az nem, hogy oda-vissza, keresztbe kasul fog menni. Vettem szidót, és... Már nem fogsz tudni. Fúrógépre szerkesztettem ilyen... Van ilyen WC ülőke gumi, de a hosszabb, vékonyabb kivitel... Várjál, már én elakadtam. WC... Én is kezdem elrasztani a fonalat. WC ülőke gumi, bazd meg, az mi? WC igen. Ülőke... Nem tudod, mi a WC ülőke gumi? Nem. Hát ne haragudj, nem. Le, hát a fa WC deszka aljára szereltek ilyen ütköző gumit. Aha. Ja, de hát az igen. És ebből létezik ilyen hosszú kivitel. Azt mondjuk ne kérdezd, hogy az mire jó, de nem tudom, de na, igen. Tök úgy néz ki, mint az a gumi, van ilyen hosszú kivitel belőle, ilyen 5 centi hosszú. És arra rászereltem a közepére egy csavart, anyát, alátétet, összefogadtam vele, azt befogtam a fúrógépbe, és a réz cső modom pont rászorult. És akkor megforgattam a fúrógépbe, miközben fogtam a kis fémgyapot között, és na az, mint a Salamon töke, öcsém. Szidolla gyönyörű volt. 3 percig, amíg hozzá nem nyúltam természetesen. Akit ilyen dolgok érdekelnek, és például nézegetnek mindenféle, mi a varázsneve ennek, most én már nem tudom, ezek a polírozott tekerések. Nem tudom, találkoztatok-e már ilyenekkel. Egyébként tényleg baromi jól néznek ki, de hát ennyi melót egy kurva tekerés sem ér meg. Tehát ott a... Mert ott úgy néz ki a dolog, hogy a fúró szár köré a kerítés, vagy a tyúkketrec drótot rátekered, aztán lecsíped, de hosszabbat tekersz, mondjuk egy 10 menetet, 15 menetet, aztán lecsíped, aztán azt egészen rákalapálod, hogy, mert ugye az rajta fog maradni a fúrószáron, és azt forgatod, és közben a kezedben lesz a papír, tehát hogy az ne rongyosra vágja a kezedet, és akkor utána szépen tudod, a fokozatosság elvét követve mész, mit tudom, és én 200-as papír, 500-as papír, ezres papír, 2000-es papír, és ezzel így körbe-körbe forgatod, míg a felületét majdnem, hogy olyanra csinálod, mint a ribbon húzal volt annó, ugye? És akkor utána azt leveszi, berakja a ultrahangos mosóba a csiszoló papír, meg a fém darabot, ugye, amit közte fölhalmozódott, azt kirezgeti. Míg utána rezgetéssel megvoltál, utána ebből a föltekert bizbaszból leteker egy lábnyinak valót, azt befűzi a helyére, és kész van a polírozottnak tűnő, de egyébként csiszolt tekerésed. Bazd meg. De Charlie, ez meddig marad így? Hát mit tudom is én, az első 10 percbe aztán csókolom, de egyébként jó néz ki, csak elbaszol mondjuk egy tekeréssel egy órát körülbelül. Nekem a legmegdöbbentőbb most az volt, hogy nézegettem kazánokat, ugye szakmai ártalom, és láttam olyan, hogy hívják ezt, olyan klúcsészer kazánt, amiben tudod, gyári fejvaló, amiben már nem sima függőleges vagy horizontális tekerés, hanem kleptonkoil gyárilag. Persze. Én ezzel most szembesültem, totál ja. Kivoltam a kazánt, de mi van? Én most a melóhelyről, mikor jöttem hazafele, akkor a te szavaiddeljék egy, mint a BIT, a Cloud Chaser, de az a Cloud Chasernek is jó lesz. Egy ilyen, ugye a Budafoki úton a két sáv között is meg lehet állni gyalogosan, és ott egy unalmomba elkezdtem fújni, jönnek az autók, és akkora ködöt kiraktam magam elé, hogy
hogy az autók mentek. Az autók mentek, így fölöttük volt egy picivel, így, picit így megmozdult, és ahogy elment az autó, így, így visszaült a helyére. Kurva jó volt nézni egyébként, tehát tényleg semmi értem. Azt a videót azt láttátok, mikor beszúrtam 2 hete talán, ez a, mikor hátul ül a fasz, na ez kiköpött ugyanaz volt. Tehát az zseniális ez a figura. De mondjuk az ott a szerencsét, hogy valaki nem ugrott ki a halonnal oltóval, azt nem locsolt le. Az a videó, az megvan nektek, mikor a Gáncsi bencigizik az épületben, és valakinek a pofájába fújja a füstöt, és aztán az a nő elmegy, és poroltóval arcon tolja. Igen. Azt meg kéne keresni, az jó lenne a kultúrába, hogy hol szívjon az ember. Na de... Az valami színesbőrű biztonsági volt. Igen. Ja. Most a izére jutott eszembe erről a polírozott húzaról, hogy ugye régen ez a klepton is, hogy nem klepton, hülye vagyok már, ez a mondd már mi ez a... Ribbon? A Ribbon is mekkora izé volt, mekkora sztár volt, hogy hú, a Ribbonnal micsoda ízek, meg micsoda anyám kínja, aztán... Miket szerencsétlenkedtem én is vele, aztán mentem vissza a jó kis kantalhoz. Az pillanatok alatt... Fölad, nekem is itt van még szerintem a dobozban még az, amit még annó a Brenyóéktól vettem, vagy mit tudom, 5 métert. Nem vit rá a lélek, hogy azt még ugye a izéhez használtam, a Genesishez. Genesishez használtak Ribbont főleg. Igen, legfőképpen. Nem tudom, hogy miért nem futott be akkor a karrier, de lesztek bazd meg, a faszon fog polírozgatni. Végighúzom ezen a csiszolópapírt, ez is fényes lesz. De tényleg, meg hogy olyan, hogy tudod, berakják a kerítés, de az már olyan kerítés, mondjuk egy 1 millis fölpolírozva, az keresztbe, és akkor az tulajdonképp csak egy tartóláb a másik húzalnak, ami sokkal vékonyabb nála, de egyébként az is 0,4-0,5-ös, és arra van a vége rátekerve, mint érintkező. De hát ez már szerintem annyira fölösleges. Idiotizmus. Mongol idiotizmus. Nem, ez magyar idiotizmus. Vagy nem. Jaj, az idiotizmusról meg a orvosokról jutott eszembe. Hallottátok, hogy elérte Európát is ez a kisfejű vírus? Ja. Tehát ezen gondolkoztam, hogy elkapod a vírust, és ha akkor csinálsz gyereket, akkor nagy eséllyel kisfejű gyereket születik. Jó, és hogyha nekem... mint férfi, elkapom. Akkor összeméli a fejed, Charlie. Ó, Istenem, na. Kellett neked már nem lesz kisebb a fejed. A gázórából visszamegy a normál méretbe. Gázórából vízóra lesz, ennyi. Ja, gázóra csere jövő hónap február 22-én legyek itthon. Mert ez természetes. Hát ez egyértelmű, hogy... Itthon ülök egész nap, mert úgyse tudok mit csinálni. Ja. Fotózd le. Igen, a legtermészetesebb dolog, azzal nyitok. Lefényképezem a mukikat titokba, meg a gázórát. Csinálok egy ilyen pózolja a gázórával fényképet. Ismerjétek meg, melyik az igazi? Dír! Pózolja gázóra leolvasóval. Kár, hogy velük kapcsolatban nincs ilyen hagyomány. De most megteremtetett Charlie, mint a kémény seprőkkel, hogy fog meg a gombolyat. Kár, olvasót látok, megfogom a... Pöcsét. Azt hittem a izére fűzőre, mi volt múlt héten a... Hideg. Nem, maradj már a hülyeséggel. Miről beszéltünk, hogy nem porlasztó, hanem gőzlesztő. Gőzlesztő, igen. És erre mondta valaki, azt hiszem a Bárány Miklós, hogy... Fú, milyen csúcs találkozónk lesz? Az meg elő kéne keresnem a Facebookról, de... Mega giga csúcs találkozónk lesz. Ne, valami... Ja, most bejött, jó van. Jó. Jó, azt nem is meséltem, még ez is történt a héten. Kim voltam vasárnap ugye a parlamentnél. Na ugye ez van, hallod? Mi történt veled, Mújó? Semmi nem történt velem a héten, és utána így beszúrogat fél órán keresztül. És ez még ez is eszembe jutott. Napránként jönnek vissza az emlékek, tehát így
Kicsit szétszórt vagyok. A MOMA szervezte az alaptörvény 6. módosítása ellen, ezt a terroralkotmány módosítása ellen a tüntetést vasárnapra, és kint voltam, nagyon-nagyon hideg volt. Várj, kezdjük az elején. Mi az a MOMA? MOMA. Vagy ez MOMA? A Modern Magyarországért a Bokros Lajos pártja. Oké. Okay. Na, és ők szervezték a tüntetést. A tüntetésről nagyon sokat nem mesélnék, de kim voltak, hatalmas technikával, meg mindennel, és ott álltam, és így eszembe jutott a 14-i tüntetés, és így elömlött bennem a békesség, hogy hát basszus, semmi szégyelni valunk nincsen. Annyira színvonalas technika volt a mi tüntetésünkön, ami lenyomta még a MOMA-nak is a berendezését. Hát a dolog egyetlen egy szépségkívánja, hogy ezen vasárnap speciál egy kicsit többen voltak, mint a miénken, de hogy abszolút színvonalasnak sikeredett így retrospektív üzemmódban is a kis 14-i tünti. És azt tegyük hozzá, hogy most már mindig így fogunk számolni. Ez a második ilyen, ezt direkt néztem, csak nem tudtam elmenni, hogy itt 3000 környékén voltak a Facebookos jelentkezők, és abból ilyen 1000-1500-an, tehát egy harmad, vagy legjobb esetben is a fele ment el annak, aki a fotelforradalomhoz hozzácsatlakozott. És a miénk is valahogy így volt, egy kicsivel jobb volt az arány, mert mi kibaszott csegevarák vagyunk, és erőszakosak voltunk. Tehát most már így fogunk számolni, hogyha valahova Facebook event van, és írogatják nekünk oda, hogy fú, biztos jövök, meg érdekel, és ott leszek, akkor azt tényleg osztanunk kell kettővel, vagy hárommal. De akkor azt mondta, hogy zsír volt a technikánk. Egyébként. Kriszti, azt mondod akkor, hogy zsír volt a technikánk? Nagyon zsír volt a technikánk, igen. Faszán megálmodtad és tető alá hoztad a hát a nélkületek, tudod, nélkületek nem ment volna. Akkor is. Valaki cirpog, valaki nem nyomta le a telefonját. Új, lehet, hogy én vagyok a lidas. Megint a vén ember. Kikapcsolom a picsába. A repülőüzemmód. Akkor elmegyek én is repülőüzemmódba. Okay. De jó, hogy így a 20. perc után ezt megtettétek. Én szerettem volna megtenni, csak elfelejtettem. Van ilyen. Én még mindig elfelejtem, de sosem hív senki ilyenkor. Az a baj, hogy engem szoktak. Tehát. Hát most ne szokjanak. De majd most leszoknak róla. Ne kezdjünk a kis közéleti blokk után. Jó van, fog. A fogorvos, ha már fogorvos, akkor csapjunk rá a fogínyvérzésre, mert én is el fogok menni most fogorvoshoz, mert már itt az ide. Egyébként annyira geci dolog ez a bölcsességfog. Tehát aki látott már engem, vagy mondjuk ti valamennyivel többet láttok engem. Mi nem értjük, hogy kerül beléd bármi, amit bölcsességnek hívnak. Rohadj meg, és abból is négy, tudod, hogy az a két alsó nekem olyan szinten eldeformálta a fogsoromat, hogy ahogy tolták, tudod, a fogat előre, hogy elől kezdtek, ezt alul lett furi a dolog. Úgyhogy azt, hát de fogszabályozó, tököm lusta geci vagyok, viszont egy jó fogkő eltávolításra bármikor vevő vagyok. Vártam idáig erre az egyetemre, tudod, ami úgy meg lett hirdetve, hogy na majd ott felmérnek meg anyám kínja, de hát síri csend van, mint halottas házban, úgyhogy inkább elmegyek a jó megszokott fogorvoshoz, és lekapatom vele a fogkövet, mert tényleg nekem is már borzasztó mértéket ölt a fogínyvérzés. Az meg nem jó. Az meg nem jó, bizony. És ugye Facebookon is rengetegszer előjön ez a kérdés, hogy normális, hogy az embernek elcigizéstől így vérzik a fogénye, és a többi, és a többi. És én most így a fogorvoshoz járás kapcsán meg felvilágosodtam, és megvilágosodtam, hogy mi az Isten történik.
Ugye egyrészt az elektromos cigaretta a dohányzáshoz hasonlatosan szintén szárítja valamelyest a nyálkahártyát oda benne a szájban, másrészt meg, amit egy amerikai cikkből megtudtunk, hogy teljesen normális az a jelenség, hogy egy kicsit vérbőbb az ínye az embernek, hogyha átvált a dohányzásról az elektromos cigarettára, mert ugye kevesebb nikotin jut be a szervezetébe, és ezért nem érvényesül annyira a kapillárisokban az érszűkítő hatás, úgyhogy több vér kolbászolott a környéken. Viszont az van, hogy én is nagyon-nagyon régen nem jártam fogorvoshoz, és elképesztő mennyiségű fogkőfölgyülem lett a képemben. Amellett, hogy elképesztő rossz hatással van az embernek az ínyére, tolja, irritálja folyamatosan, nagyon nem jó dolog a fogkő. És ahogy teltek múltak az évek, nekem is egyre jobban vérzett az ínyem, de hogy az a brutális mértékű ínyvérzés mondjuk egy fogmosás után, amikor full vörös a Azaz, nekem is. Brutális. Tehát én így megbékéltem vele, mondom, hogy ha ez az ára annak, hogy nem dohányzom, akkor jó van valahogy, majd csak kibekkelem, ez az ára annak, hogy nem dohányzom. És most kapaszkodjatok meg, bakker, elmentem a fogorvoshoz, leszette, nem csak elől a vizuális tuning, hanem mindenhol körbe, mindenhonnan lekapta a fogkövet. És egyre sajnos kiderült, hogy tényleg nagyon brutálisan visszatolt az ínyemet a helyéről a fogkő, aminek nem örülök. De a másik az, hogy megtanított fogat mosni. Mint kiderült, 38 évesen meg kellett tanulnom végre normálisan fogat mosni, és a vele való beszélgetés kapcsán kiderült, hogy az emberek túlnyomó többsége teljesen szarul tanulta meg, teljesen szarul tanították, és helytelenül mosnak fogat. Na minden esetre most kiképzett engem, hogy hogyan is kellene normálisan fogat mosni, elkezdtem így fogat mosni, és ez majd hozzájön a fogsejmezés is, hogyha egyszer végre sikerül átbeszélnünk, mert azt se csináltam soha egész életemben. Lényeg az a lényeg a történetben, hogyha normálisan mos az ember fogat, le van szedve a fogköve, helyesen mos fogat, és rendszeresen fogsejmezik, akkor alapvetően a fogkő rohadtul nem fog visszamenni. És most jön a lényeg, kapaszkodjatok meg. Ezután a kezelés után leletek szedve a fogköveim, és elkezdtem normálisan fogat mosni, a pofámból ömlő vér 3 nap után abba maradt. 3 nap után igen, még csak rózsaszín se volt a tegyük cucca, hozzá, és akkor egy kis háttérinfó, mert én a fogdokimnál utána beszélgettem ennek, mert már tényleg 10 évek óta járok hozzá, és hát egy ilyen korunkbeli, majdnem azt mondom, hogy srác, de hát mi sem vagyunk már azok, és mondta, hogy az az egyik dolog, hogy a fogkő, ugye, a fog és a fog ínyinél alakul ki, azért, mert rosszul mosol fogat. Ha jól mosol fogat, akkor is kialakul, csak mondjuk akkor nem fél év után, hanem mondjuk 5-6-szor annyi idő alatt, de kialakul. Tehát igen, nem lehet vele mit csinálni a kis fogbarázdák és egyenletlenségek miatt, és elmondta, hogy a fogkő az olyan, hogy egy az, hogy tehát megnézed a tükörbe, és lehet látni, hogyha nagyon visszatolta az ínyedet. És az a másik rossz tulajdonsága van, hogy nem áll meg az ínyednél, hanem az ínyed alatt is. Megy alá, igen. És az a legkellemetlenebb, mikor azt eltávolítják, mert akkor az ínyed és a fog közé dugja be azt a kis ultrahangos hegyes tűt, és azzal piszkálja, töri föl. Az a legborzasztóbb, meg hát ugye akkor lehet látni, hogy mennyi fogkő lett eltávolítva, de hát erre mindenképp szükség van. Tehát ha valakinek nagyon, hát mondjuk ki, ha valakinek nagyon ápolatlan a berendezése, akkor inkább csinálja úgy, hogy kérjen érzéstelenítőt, és 2 körbe alsó, felső, de csináltassa meg, mert ez a kisebbik rossz, hogy azért, mert vére esett, köpés, és nem jó, de a szájszagnak is csak ront a helyzetén. Nagyon durva melegágya. Melegágya, és illetve ugye, hogyha az íny visszahúzódik, akkor a fognyak az szabaddá válik, és ha szabaddá válik, akkor ott mindenféle kórokozó be tud jutni a szervezetbe, és ott sokkal sérülékenyebb a fog is maga, és aztán jön az, hogy egyszer csak megbillenti az ember a fogát, és pukk, kiesik. Mert annyira elgyengül ott, és elvásik az alja, úgyhogy erre érdemes nagyon odafigyelni, akkor is, ha elcigizik, akkor is, ha nem elcigizik az ember, úgyhogy
Én azt vallom, hogy ez a, ha valaki nem tud fél évente, de évente menjen el a szedessele tényleg abba, hiba nem lehet, és mit tudom is én, nekem a doki az leszedi, és azt hiszem úgy 10 000 vagy 10 pár ezer forint, hogy abban már benne van ez a körbe kapirgászás, alul fölül mindenhol. Nem tudom, neked csinálta-e, hogy a végén ilyen fúvókával, mint a homokfúvó olyannal átfújja. Igen, igen, igen. És az ilyen Donald Drágós tutti frutti valamilyen anyám kénye, citromos ízesítés, de az, amíg átfújja, és utána egész más, mikor az ember nyelve odaér a fogához belülről. Tehát nem szúr, nem kapar, nem érdes. A fogaddal találkozó meglepő módon, igen. És én még azt tudnám egyébként javasolni, mert az rohadt nagy segítség volt nekem is, hogy ha nem a legdrágább, akkor valami olcsóbb, de egy csomószor van olyan akció, hogy a drogeri márk vagy bármilyen ilyen drogériába bemegy az ember, és, vagy nagy áruházba, és el lehet hozni ilyen 30 vagy nem tudom én 90 napos kipróbálás, tehát úgy ingyen, hogyha nem tetszik, akkor visszaviszed, és visszaveszik elektromos fogkefe. Mert, na, azt viszont nekem ellenjavallotta a fogorvosom. Hát nem tudom, nekem az borzasztó jól megtisztítja a fogamat, és az elején fura volt. Pont úgy pörök, hogy betolja a szmötyit az íny alá. Hát nekem ilyen gondom nem volt vele, és én szeretem. Tehát én nem azt használom fixen, de mondjuk minden harmadik, negyedik nap azt használom. És tök jó egyébként. Ha meg nem jön be, akkor most mi van? Tehát nekem is volt egy ilyen időszakom valahogy ott talán a 20-as éveim elején, mikor először kipróbáltam, és akkor nem jött be, visszavittem, meg se kérdezték, hogy mi van, visszaadták a pénzt, dobozt oda, tettem nekik, és ennyi volt, le volt tudva a dolog. Az én fogorvosom szerint az elektromos fogkefe azért nem praktikus, mert pont ott pörög, és ott fejti ki legjobban a hatását, ahol ugye a fognyak találkozik az ínnyel, és egyrészt passzírozza arrébb fele az ínt, ami nem annyira jó ötlet, másrészt meg a mechanikai súrlódás miatt, ahol a legvékonyabb az ománcafogon, az basztatja. De ízlések és pofonok, én sosem voltam egy elektromos fogkefés arc, most se leszek, nekem minden esetre ellenjavallotta. Hát egybe legyünk biztosak, hogy fog... Meha fogkefe. Hogy fog ékszert nem rakatunk a fogunkra, és akkor... Nem tudom, itt annyi okosságot elmondtatok, én csak hallgatlak benneteket. Ugye nektek még van fogatok, nekem már nem annyira, de én még egy nagyon hasznos dolgot javasolnék, amit én már több száz éve használok, ugye? Az a szájvíz. Tehát szájvíz? Az... Kérek egy szájvizet? Igen. De a hő... Igen. Az a lábvíz? Az meg nem van. A lábvíz. Az meg van. Hogy? Nincs meg az a dal. Édes Istenem, átküldöm neked. Nincs. Dolák Sali, azt hiszem. Igen, igen. Lábvíz, kérek egy lábvizet, de a hőmérsékletére nagyon ügyeljetek. Ne legyen túl meleg, ne legyen túl hideg. Azaz meggondoltam magam, legyen egy kicsivel melegebb, mint amire azt gondolnád, hogy jó. Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj, nem baj, nem baj, na, na, na. Na, valami ilyesmi a dal, szóval zseniális. Nem, pedig Dolák Sallit azért elég sűrűn szoktam hallgatni, de nem. Ez még így a 90-es években volt aktualitása ennek a dalnak, emlékszem, igen. Akkori. Én arra számára emlékszem, ugye, mint növényvédő, hogy ó, gyilkos peronoszpóra, mit tettél a szőlőmmel? Az nektek megvan? Nem. Hát keressétek meg, zseniális. Ja, bocsánat, én rontottam el, nem Dolák Sali egyébként, hanem mondd már ki a Besenyő Pista bácsi? Galla? Galla. Galla énekelte. Ja nem, a Lár volt, várjál, a Lár volt a Besenyő Pista, igen, a Lár, igen. András. Na, majd csak kitaláljátok. Nem, itt van előttem a videó, itt van előttem a videó, úgyhogy azért mondtam. Ezt halljátok? Igen. Köszönöm.
Na, itt fejezem be. De... micsoda remek Cseh Tamás hangulatot csinált. Igen, de hát ez berakjuk, ez kultúrába való, tehát ez abszolút adja magát. Szóval. Na. Na, majd beszámolok egyébként még a fogsejmezős történetről, mert soha nem csináltam, úgyhogy majd elmesélem, hogy nekem mi van. Nekem meg azt mondták, tényleg... tehát ott is nagyon kell figyelni, hogy az ember jót csinálja, mert ha nem, igen, akkor... Nekem van olyan barátom, akinek mindig a zsebébe van, de nem ám a fogsejmes doboz, hanem egy ilyen 10 centinyi darab fogsejem. És mondom, az, ami a poros zsebedben van, azt így az szád átmondom, az úgy ne. Jaj. Szóval összefoglalnám, aki azt gondolja, hogy az elektromos cigaretta miatt vérzik a fogínye, és ez ellen szeretne valamit tenni, mielőtt az elektromos cigarettát elátkozza, hogy amiatt van az egész, szerintem kerekedjen. És mielőtt föl, kijelenti, menjen, hogy ő bizony PG, vagy igen, PG allergiás. Igen, ilyeneket is hallani, hogy a PG allergiától vérzik meg mindenféle bigyó. Tessék elmenni, csinálni egy fullos fogkövetlenítést, jó megmosni néhány napig, és megfigyelni, hogy abban marad-e. Én nem hittem volna, hogy valaha is, és tényleg abban maradt. Elképesztő. És tényleg szaros 3 nap leforgása alatt rendbe jött az egész. Fuck yeah. Yeah. Ja. Menjünk tovább akkor a következő tematikus témára. Ugorjunk. Igen. Ugorjunk, hogy ne én beszéljek már megint. Csapongjunk. Jó, akkor én megyek a 2-es helyett a 3-asra. Mert mérges vaper barátunk már a boltban van, és nem úgy, hogy bementek a mérges vaperek, hogy hol van az elektromos cigink, hanem amit belengedtem már 1-2 hete, hogy valami készül az oldalon, azt ma kiraktuk produkcióba, hogy így fogalmazzak, ilyen nagyvállalati környezet szinten. Úgyhogy az elcigitesztek.hu per üzlet oldalon mától lehet venni mérges betyárt, azaz Angry Vapor pólókat. Te, Charlie, én végtelen ciklusba kerültem. Mert? Mert rákattintottam, és irány a webshop. Rákattintok, odadob a webshopra, rákerül a kezem a képre, irány a webshop. Igen, ott még azt a följövőt, azt még finom hangolnom kell, hogy finomodik. Finomodik, de még de azokról, nem igazán azokról finom, a termékekről most akkor így, hogy beszélgetünk, majd akkor ki is fogom venni ebben a szent pillanatban, és akkor majd ott nem fog följönni jól. Kedves hallgatóink, a béta tesztelést hallották. Ó, akkor mondok még bug reportot, Sárgyi, ha megengedem. Amikor belekattintasz egy aloldalon a keresésmezőbe, és ugye szépen szétszlájdol, hogy nagyobb legyen a hely, akkor a flótoló blokkot, amiben a social ikonok vannak, lenyomja maga alá, mert már nem fér el, és az lenyomja picit az egész fejlécet. Tirarara. Hát az az igazság, hogy pont egy float-nyival nyomja lejjebb a fejlécet, tehát annyi belefér, mert a float is fehér, ugyanúgy, mint a fejléc, tehát nem látsz semmit, olyan, mint... Igen, hogyha... nagy szerencsédre nem ott rombál nélkül, ja, zavaró, mondja, hogy leugrik. Igen, nagy szerencsédre. Hát az én bajom, hogy ugye föl, most melyik ujjamba harapjak, mit vegyek ki, a Wikit, vagy az oldaltérképet, vagy a kapcsolatot, vagy a közösségi médiát, vagy a webshopot. Hát most ennyi van fönn. Ha ott nem lenne ennyi, akkor egyébként még valakinek megint cirpog a telefon. Az enyém már nem cirpog. Akkor ott tolná arrébb. Hát most ez van sajnos. Hát elmondom neked, mit kell usability szempontból ekkor csinálni arra az eseményre, ami szépen kibigyózza. Mondjuk, hogyha nem speciál CSS-ből van megoldva, el kell hide-olni szépen a social ikonokat, mert szinte 100%-ig valószínűsíthető, hogy amikor valaki belekattint a kereső mezőbe, akkor nem a közösségi oldalakat szeretné itt meglátogatni. Nem fogom elhide-olni. Ennyi. Na, akkor várjál, disable-re teszem, és akkor most már az egyik. És akkor van ebből olyan, hogy visszatérjek a pólóra, aminek csak elő nem tudtam eldönteni, hogy melyik a jobb, vagy melyik a tetszető. Ciklámen nincs? Ciklámen. Andornak lesz, neked nem, sajnos. Most olyan van, hogy vagy elő van csak egy nagy vaper, angry vaper, vagy a hátul van egy nagy, és elő szív fölött a kicsi, de hát természetesen lehet ezt majd nyáriasítjuk, majd fehér pólóval,
meg Fifika is áldását adta a Vaper vagyok nem Yetire, úgyhogy lesz itt minden, mint a búcsúba, csak hát induljunk már el valamerre, aztán most így ezt találtuk ki, hogy most ezzel induljunk el, ezzel a igen szerény, ám de SS-től egész azt hiszem 3XL-ig lehet kapni, vagy S-től SS, igen. Döf is. Ja, úgyhogy ki volt az első megrendelő? Atko Attila. Nem. Nem. Nem, Clairvoy. De akkor a második lesz a Lackó Attila. Hát, ezt már nem tudom megmondani, de tudod, kijegyzi a másodikat, kijegyzi a másodikat. Ezek az Andor licit lecsapós szkíjei, érted? Évek óta arra edzi magát, hogy éjjel 4-kor ül az aukciós szájton valami mód miatt. Az enyém az első Angry Vaper-es póló, az enyém, az enyém, az enyém. Azt mondja Andor, nekem kéne még rá egy ez geci jó felirat is. Úgyhogy még kell valahonnan Pink Filcet szereznem, hogy ezt rá tudjam neki vésni majd. Na, úgyhogy ennyi. Szerintem mindenki csapassa. Sőt, én úgy beszéltem meg a fiúkkal, akik csinálják a pólót, kopogjam le, hogy tényleg össze is jöjjön a dolog, hogy a találkozóra is el fognak jönni a srácok, és ott is lehet majd, vagy személy, tehát előtte megrendelik, és akkor beírják majd megjegyzésbe a fiúk, hogy ott vennék át, és akkor oda el fogják hozni, vagy majd oda is fognak hozni, ezt még nem tudom, de szerintem ott is lesz majd. Úgyhogy ennyi volt ez az én, tudod, ezek az élet, vagy tudjátok, ezek az élet apró örömei, tehát most ebbe voltam benne, aztán most ennek örülök. De hát lényegesen komolyabb dolgok is biztos vannak a világon, de most ez foglalta le egy picit a processzor időmet. Az a fontos, ami neked fontos, Charlie. Na, egyébként nincs itt semmi látnivaló. Ugyanúgy, mint a közérdekű ugyanúgy, mint bejelentésnél. Az MMI-ázat. Mit mondtál, nem hallottam? Hogy, hát ugyanúgy, mint a te bejelentéseidnél egyébként te... Tök jó bejelentés válaszokat kapsz. Tehát most már megvan az összes válasz sablonformod, és ezek 1, 2, 3, 4 bekezdést az összes formból így összerakosgatjuk, és így tetszőlegesen tudjuk már keverni, és tudni fogjuk, hogy mit kapunk a következőnél. Igen, egészen valószínűsíthető, hogy mi lesz belőle. Hát ő. Sok jó hír után egy rossz hír. December 30-án lett volna határideje, ugye, de 3 héttel tovább tartott, mire az Emmy megszülte a óriási idézőjeleket lebegtetek a levegőbe, a kivizsgálását a közérdekű bejelentésemnek. Ugye ez a közérdekű bejelentés arra vonatkozott, hogy ugyan tekintsék már meg a NEFI által produkált dokumentumban felelhető, minden bekezdésről bekezdésre felelhető ellentmondásokat, stb. Hát ugye, amit Blacky elkezdett összegyűjteni a dolgokat, azokat csokorba szedtem én is, és 11 oldalon keresztül soroltam a teljesség igénye nélkül a teljes laikus módon észlelhető hazugságokat, ellentmondásokat, tényhamisításokat, csúsztatásokat, nevezze bárki, akinek akarja, hogy avak is látja, hogy itt valami nagyon-nagyon csúnya dolog történt, és beadtam ugye ezt a közérdekű bejelentést az Alapvető Jogok Biztosának a hivatalához, más néven az Ombudsmanhoz, akinek ő egy ilyen diszpécser ebből a szempontból, tehát első körben a megfelelő eljáró szervnek kiutalja az ügy kezelését. Esetünkben, mivel a NEFI-ről volt szó, az ő felettes szerve az az Emmi, és az Emmi hatásköre, hogy kivizsgálja, hogy mi is történt. Na most... Plusz 3 hét csúszással sikerült, nem tudom, fölolvasom a válaszokat, mert nem hosszú. Szerintem igen.
Tisztelt bejelentő! Az Alapvető Jogok Biztosának címzett és az Emberi Erőforrások Minisztériumhoz áthelyezett levelére az alábbi tájékoztatást adom. Megkaptuk észrevételeit, amelyben kifogásolja az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóró T7404-es számú törvényjavaslat kapcsán az elektronikus cigaretták és dohányzást limitáló elektronikus eszközök használatával járó kockázatok kapcsán, kicsit hosszú ez a mondat, az interneten megjelent közlemény, illetve a tárgyban készült szakértői anyag tartalmát. Tájékoztatjuk arról, hogy az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló kormány előterjesztés társadalmi egyeztetése megtörtént, amelynek során általános egyeztetésre került sor a kormány honlapon keresztül. A véleményezési határidő október 21. napja volt. Tárgyban az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkársága által felkért szakértők is megfogalmazták javaslataikat. A jogalkotás során mind a társadalmi egyeztetés keretében érkezett észrevételeket, mind a szakértői javaslatokat figyelembe vettük. További információért kérjük, szíveskedjen a társadalmi egyeztetés keretében tett észrevételekre válaszul készített összefoglalót, az úgynevezett tipizált összefoglalót tanulmányozni, amely a blablabla bla, bla címen érhető el. Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét. Na most, nagy levegőt veszek. Tudatja velem az EMMI, hogy ebben a témában, igazából egy egész más témában, mert én nem a T7404-el kapcsolatban beszéltem, én csak kifejeztem a bejelentés kapcsán azon aggályomat is, hogy kifejezetten aggályos, hogy ezzel párhuzamos módon készül a magyar törvénymódosító javaslat, ami, hogyha a bejelentésemben felvetett dolgok igaznak bizonyulnak, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gáz. Erre megkapom, hogy nyugodjak meg, minden a legnagyobb rendben van, mert a kifogásolt dokumentum, ami napokkal később, két héttel később jelent meg, mint a nevezett társadalmi egyeztetés, amiről tudjuk, hogy mi volt a társadalmi egyeztetés. Két napig volt lehetőségünk rá, hogy a DevNull-ba küldhessük befelé az észrevételeinket, hogy aztán ne foglalkozzanak vele. Tehát egy egészen más témában ír nekem egy választ. Nem vizsgálja egyik felvetett kérdés sem a NEFI dokumentumával kapcsolatban, pedig nem voltam rá, 11 oldalon keresztül soroltam. Egyetlen egy fölvetett kérdéssel sem foglalkozik. Választ ad nekünk, tájékoztat egy olyan dologról, amit senki nem kérdezett. Ez történt, és lezártnak tekintik ezt a holmit. Úgyhogy hát így. Ez történt, srácok. Én sok mindent vártam a közérdekű bejelentéstől, nyilván naív nem vagyok, úgyhogy onnantól kezdve, hogy megkaptam az értesítést, hogy az EMMI lesz az eljáró szerv, már fogtam a fejemet, hogy na, ennek vajon mi lesz itt a vége, de ennél azért egy kicsivel többet vártam. És mégsem. Tehát így elodázzák, porhintenek, terelnek, és nem válaszolnak a kérdésekre, nem is foglalkoznak a bejelentésben megfogalmazott problémákkal. Úgyhogy ennek kapcsán panasszal éltem az ombudsman felé, az Alapvető Jogok Biztosához az eljárás lefolytatásával kapcsolatban panaszt tettem, amire viszont innentől kezdve már nincsen megadott időkeret, hogy mennyi időn belül kell válaszolni, majd az Alapvető Jogok Biztosa szépen kivizsgálja, hogy mi történt, és meglátjuk, hogy mit lehet ezzel kezdeni, de egészen vérlázító, bazd meg, elnézést, 18 karikások leszünk, hogy ennyire pofátlan, mocsok szemét módon hülyének néznek, és azt hiszik, hogy kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét. Nem tudom tudomásul venni a szíves tájékoztatásodat, mert nem arról tájékoztattál, amiről kérdeztem. Idióták. Egyébként ebbe fárasztják bele az embereket. 2-3 ilyen levél, amire 30 napjuk van, és te 2 nap alatt megírod a válaszodat, és akkor gondolj bele, 3 levélváltás, 3 hónap, aztán egy idő után megunod, és azt mondod, hogy elmentek ti a jó büdös faszba. Azt leshetik, mert engem csak bőszítenek ezek, tehát egyébként tényleg döbbenek. Krisztiánnak ez a tuning, érted? Tehát, igen, ezen működik. Még 3 ilyen levelet írnak, érted, és akkor körbehúzza szöges dróttal Magyarországot, vagy nem tudom. Tehát... Simán. Én nem tudom, hogy ezzel mit gondolnak. És aztán de... fölad Krisztián egy hirdetést, keresek 440 kilométer wattát. Hogy legyen is értelme annak a szöges drótnak. Hát megfogom a Clapton coilt, ugye, ilyen jó 50 centi szélesen, két-két farudat a végébe, és egy ilyen klasszikus garott. És nézzük meg, hogy
szíves tudomású vételével kapcsolatban, ami a vérlázító egész egyszerűen, srácok. És a másik fele a dolognak meg az, és valószínűleg gondolom röhögnek a markukból, hogy nézd már, a hülye, írt egy 12 oldalas beadványt, elintézzük három bekezdésből valami fassággal. Igen. Két hónappal később. Hát rossz hírem van, ettől nekem nem fog elmenni a kedvem, és már egészen jó ötleteket kaptam tőle, hogy hova kell ezt az egészet kitolni a végéig, de ezt most adásban nem mondom el, mert nem szeretném. Mert én annyit elmondok, hogy aki hallgatja esetleg az adást, és gyerek is van a szobában, most fogja be a fülét, és az, aki meg megírta ezt a levelet, az meg tágra, hogy Krisztiánnak az ilyen levelektől csak feláll a fasza, úgyhogy folytassátok, köcsögök! Nem, ezt nem tudom aláírni. Értem a metaforát, de nem, mert ez magával vonja azt, hogy ezt élvezem. Nem élvezem egyáltalán. A választ élvezett, Krisztián. Nem, a választ nem élvezem, a választ, azt a választ élveztem volna, köszönjük. Nem, azt a választ, amit most fogalmazol. Ja nem, hát azt már elküldtem, nem. Na, de erre már elment a válasz, tehát de azt semmi. Olvastad egyébként, hogy a kormányrendelet megint változott? Igen. Most speciál jó irányba változott, de hát egy kicsit olyan, igen, mint, hogy az ilyen szélpapas. Szerintem egyébként nem az irányjal van a probléma, hanem hogy biztos vagyok benne, valaki odaszólt, és akkor, ja jó, akkor tudjátok mit, akkor linkeljünk át a dohányízesítőkre. Mert ha megnézed a nem használható, vagy a tiltott aromák listáját, az mind egytől egyig a dohányiparban használt aroma csoport. Na viszont, ha aki nem érti, az a lényeg, hogy most a kormányrendeletben úgy van, legújabb verziója. Igen, a verzió heti verziója. 2.3.19-ben az van benne, hogy aromás is lehet. És nem az aromás szénhidrogénekre gondolunk most, hanem hogy lehet neki mindenféle íze. De hát én ezt a harmadik verzió úgy, hogy a kutya tudja, hogy ebben én ezt úgy gondolom, hogy ezt ők azt csinálják, azt az elvet vallják, hogy tiltsuk, Andort idézem csak, tiltsuk be a gecibe, és akkor utána majd apránként, amennyit nagyon szükséges csak, hogy életben tartsuk ezt a fost, azt így petárdaként dobjuk eléjük, hogy pukkanjon egyet, és örüljenek. Nem. Szerintem ettől sokkal rosszabb a helyzet. Tehát itt az fog történni, hogy megy a hú, hogy lehetne ezt szép szóval kimondani? Megy a haverod, akinek mondjuk az adott cucca be fog kerülni a nagy értékesítési körbe, és akkor az így reggel oda Fükika, egyszer mondaná értelmes. Egyszer mondaná értelmes, hát akkor várjál be, Fükika. Olyan, hát igen, kész. Tehát az elejét hallottuk, egyszer mondaná olyat, hogy, és utána annyit mondasz, hogy kész. Kész. Hát közte mi volt? Neked is olyan jó volt, Fükika, mint nekünk. Micsoda? Nem hallottunk semmit abból, amit mondtál. Múltál, csak arra jöttél vissza a hangoddal, hogy és kész. Nem, hát, hogy tudod, megy a haverod, megy a likvidjével, vagy akármivel, és mondja, te figyelj már, bazzik, az enyém az ízesített. Jaj, várjál, akkor törüljük a B-t, és akkor lesz C. Oké. Tehát ez biztos, hogy így fog történni, hogy majd hát, tudom, egyik hogy reggel nem. Így kiderül, hogy ja, bazzik, hát 2 millinél nagyobb tankon van. Jó, akkor legyen 2,5 milli. Puff, megint változtatok. Nem, ez egyet. Bazd meg, hát, benne van a rendeletbe, hogy max 2 milli. Nekem meg itt áll a polcom, bazd meg, most rendeltem a kínaiaktól 10 000-et. Jó, oké, és milyen? 5 millis. Akkor 5 millig lehet, akkor. Akkor menjen, akkor. Ez várjál már, a tied milyen üvegből van? Akri. Jó, akkor írjuk bele, hogy az akril üveges, az lehet 5 milli. De szigorúan a színezetlen. Már ez lesz a legdurvább, srác. Fejezd be, bocsánat. Már kezdünk átcsapni ilyen hangjátékba, mint a Szabó család. A legdurvább az lesz majd, amikor a TPD miatt, mert valamelyik trafikos rájön, hogy ő tényleg szeretne 10 millinél nagyobb leveseket árulni, vagy ne adj Isten, 2 millinél nagyobb tankokat forgalmazni, rájön a Fidesz, hogy a TPD szar,
és Orbán Viktor legújabb szabadságharca az e-ciki miatt lesz. Nem hagyjuk az EU-nak, hogy beleszóljon, hogy mekkora tankokat árulnak a trafikban. Azért látod rosszul, mert akkor át fog valamelyik ismerős nyergelni, mert ugye üvegbe fogják árulni, és akkor valaki be fog rendelni mondjuk 100 000 üveg 10 milliset, mert abból, ha egy decit rendelsz, akkor 10-et kell vegyél, tehát jól járok mindenképpen, akkor én majd az üvegbizniszbe fogok utazni. Mint a róka, vagy nem a gaben, a tigrisbe. Én az autóiparban dolgozom. Na, ez lesz ez is. Én a e-liquid üveg iparban dolgozom. És van még egy másik tévécsatornám is, a TV3 télen-nyáron. Feleségemnek vettem egy gyémánt üzletet. Egy gyémánt Lamborghinit. Igen. Gyerekek, valahol bekapcsolt az automatikus mikrofon hangerő szabályzásom, és nem tudom, hol a picsába tudom kilőni. A beállítások között. Beállítások. Macintosnál van egy darab gomb, és azt kell megnyomni, és az onnantól kezdve úgy működik, ahogy akarja az ember. Nem tudom, hogy ez a Windows-odnál hogy működik. Necharisnya. Még egy összefoglalót, ha engedtek, összefoglalnám, mert ugye ez az elmúlt hét, ez egy ilyen történelmi pillanat is volt, hogy egyrészt ugye a közérdekű bejelentés egy következő fázisba ért, illetve az utolsó két közérdekű adatigénylésnek is leketyegett a 2015 napos határideje, úgyhogy az összes érdeklődésünk a kukában landolt alapvetően, hogy úgy fogalmazzak, ennek megfelelően a maradék kettőre is megírtam a hatósági beadványt, hogy ezt mégis hogyan képzelik, hogy válaszra se méltatnak, úgyhogy, hogy sommát vonjak, most az ombudsmannál ketyeg a közérdekű bejelentés félresöprésének a felülvizsgálata, és ezt nem tudjuk, hogy mikor lesz belőle valami, ezen kívül legkorábban februárban, február végén csorognak majd be, de nyilván ott is lesz néhány hét késés, úgyhogy valószínűleg március környékén kezdenek el majd a közérdekű adatigénylések körül föllelhető problémák miatti hatósági vizsgálatoknak az eredményeibe csorogni, úgyhogy az következő néhány hétben közérdekű adatigényléssel és egyebekkel nem fogok terelni senkit. Egyébként 12 darab hatósági beadvány van folyamatban a különféle intézmények ellen szumma. És valószínűleg mind a 12-nek ez lesz a vége. Nem, mert az független, tőlük független, tehát nem az egészségügyi mafiózók fogják felülvizsgálni ezeket, hanem tőlük független hatóságok, az Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság intézi a 12 darab hatósági bejelentést az adatszolgáltatás indokolatlan elmulasztása vagy megtagadása miatt, és az ombudsman intézi pedig a közérdekű bejelentés kapcsán. Hát rettentő kíváncsi leszek, Krisztián, hogy ettől mondjuk érdemben többet fognak nyújtani. Mi változik-e? Hát én pont a minap kezdtem el gondolkozni azon, hogy egy normálisabb országban, hát ugye pont itt volt múlt héten, vagy múlt hét előtt, amikor kikapartak egy csomó szemetet az angol tiszti főorvosról, szintén közérdekű adatigénylés keretében a britek, és megszellőztették, hogy mégis milyen levelezéseket folytatnak e-cigi ellen, és kikkel, hogy egy normálisabb keretek között működő országban ez, amit most itt végigtoltunk az elmúlt néhány hónapban a közérdekű adatigénylésekkel, közérdekű bejelentésekkel, ezeknek következmények kellett volna, hogy legyen. Hogy a mai magyarországi környezet, a civilek jogai, az alkotmányos jogainak, a mezei hétköznapi halandónak, a saját jogainak az érvényesítési lehetőségei olyan szinten vannak letaposva a sárba és ellehetetlenítve, hogy nagyon durva így széles szembe pisálni egy kiutazás ahhoz képest, mint itt megpróbálni élni a saját, nevezzük alaptörvénynek, alaptörvénybe foglalt és egyéb jogszabályokba foglalt jogaiddal. Nagyon, nagyon durván nehéz. Egészen elképesztő. Kurva kíváncsi vagyok én is rá, hogy végigjárva ezt az egész irdatlanul lassú, rögös utat, mégis mit lehet elérni. Hát reméljük a legjobbakat egyébként, hogy valaki ezt tényleg a helyén fogja kezelni, vagy tudja majd kezelni.
Figyelj, valami eredménye lesz, hogyha nem ebben a kurzusban, akkor egy másik kurzusban. Ha nem ebben az univerzumban, akkor egy másik univerzumban. De hát végig kell csinálni, ez van. És köszönöm szépen az Emminek, hogy újabb lelkesedés adagot küldött nekem írásos formában. Az Emmi szőlőcukor tablettáit most szopogatja Krisztián. Hát így, merre tovább? Mi van még itt nekünk, amivel a nagy érdemét szórakoztathatnánk? Hát, hogy esetleg tütükében táncolunk egyet hárman, és azt videóra fölvesszük, de azon kívül ugye pörögjünk egy kicsit a... Angry Vapor koktélruha, jön a nyár. Koktélruha. Igen. Hát ilyen pólószoknyát is kéne, Charlie. Igen, igen. Előtte pörögjünk egy kicsit a találkozón, hogy hol az lesz, az izmosabb gőzléreknek pedig ilyen Wife Beater sörtöt. Bocsánat, befejeztem. Jó. Szétültetlek benneteket. Tehát, hogy hol lesz a találkozó, ezt még mindig nem takarítottuk ki. Milyen találkozó, édesapám? Figyelj, Charlie, én ehhez annyit tudok hozzátenni. Ha minden kötél szakad, akkor Dóc művelődési ház. Oké, tök jó. Én is tudok ilyet mondani. Ott lenne a barátomnak az étterme, de Gödöllőn, tehát nem Pesten. Tehát az azért itt van, mert itt van. Ennek történelmi hagyományai vannak. Amikor Árpád bejött ide időszámításunk előtt 4292-ben, kezében egy kuzi... És kér szvatopluktól pár millilikvidet. Igen, és a kezében a kuzinak a megatronjára rácseppentett, akkor azt mondta, hogy már pedig innentől kezdve minden párásító közönség találkozónak Pest-Budán kell lennie. Punktum. És utána egy ember mondta, hogy legyen len Dócon, és nem tudom, hogy találkoztál-e vele. Nagy túrát kéne tenned, ólmot öntöttek a fülébe, és utána négy darabba húzták lovakkal, és szétvitték a gecibe a Nagy Magyarország négy sarkába. Tehát, óvatosan... Kedves barátom, csak szólok, hogy Árpád vezért innen 12 kilométerre emelték Pajzsra. Azt se tudta még szerencsétlen, hogy hol lesz Pest meg Buda. Pajzsra, de hogy azt is... láttam, az egyik Asterix-be volt, nem? Ugye? Igen, ugye? Igen, igen. Ugye? Úgyhogy óvatosan ezzel, hogy hol legyen. Hát mindegy, tehát helyet kell Pesten találnunk. Nem nagyon jöttek a lelkes háttértáncosoktól a felajánlások, úgyhogy valaki itt pörgött ezen a hajón, meg hogy szedjünk támogatói díjakat, de én meg erre... Nem akarunk. Hogy én meg erre azt mondom, hogy azt mondta valaki, hogy nagy őrültség lenne, ha fejenként 2000 forinttal mindenki, aki megy, megtámogatná a rendezvényt. Igen. Egy az, hogy igen, kettő meg az, hogy azért, mert hogy amit a Facebooknál mondtunk, tehát hogyha utoljon mindenki nekem 2000 forintot, és akkor 70 embernek minimum kéne, 59-nél még szarba leszünk, még 69-nél is szarba leszünk, előre utalás biztos nem menne, aztán valaki ezért nem jön el, szóval... Nem. Ezt normálisan oldani, csak nem olyan egyszerű, mint azt reméltük. Mint azt reméltük, így van. Így van. És a gyehenna tüzén kárhoztassa az idők végezetéig az magát, aki azt gondolja, hogy minket ki lehet egy étteremszerű kocsmából zárni, mert nem úgy lesz. Elpusztíthatatlanok vagyunk, mint egy jó meha. Hülye vagy. Én, tehát az utolsó lehetőség, építünk egy éttermet magunknak. Egy gőzlérstadiont. Egy gőzlérstadiont, érted? És onnantól kezdve nem, mit tudom is, ilyen gőzlérparti lesz, érted, hanem sportesemény, bazd meg, sportesemény. Gőzkarikaugrás, bottekerés, fiúk, 100 méteres kleptonváltó, meg amit akarsz, minden, érted? Szólhattatok volna, hogy most olyan kincs csoportba hívtak be engem itt adás közben, hogy és ti benne vagytok, nekem meg nem szóltok. Mivel? Milyen kincs csoport? Blacky miatt nincs pénzem.
Erről még nem hallottál? Hát hol élt? Voltak, hol élsz, bazd meg? Hát, hülye vagy, már Halálcsillag teljes személyzete tag. Hagyjál már. Hát hihetetlen. Hát ez zseniális. Hát öcsém, ha erre rájövök, hogy mitől ugrál el állandóan a fixen beállított cuccon, akkor... Jaj, nem jut eszembe, hogy hívják azt a költési, mutaköltési hajlandóság? Jó jut eszembe? Amikor a GDP-hez képest viszonyítva, vagy hogy a fenébe van ez? Van egy ilyen pénzügyi mutató az országoknak szokott lenni a vásárlási hajlandóság, vagy hogy a fenébe van? És ez ilyen ország pénzügyi állapotának ilyen, hogy hívja, vagy a gazdaságának egy ilyen mérőfoka. Nem ugrik be nektek, vagy nincs meg? Nem. Na mindegy, ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy a kormány nem is tud róla, hogy a nemzetközi mutatók emiatt csak azért nincs annyira leminősítve az ország, mert Blacky generálja az emberekbe a módvásárlási kényszert. És ez az, ami még éppen a víz fölött tartja az országnak ezen mutatóját, a költési hajlandóságot. Úgyhogy Blacky az ország kincse. Úgy döntöttem, idén spórolunk kicsit, és elmegyünk nyaralni. Akkor talán ideje lenne leiratkoznod Blacky csatornájáról. Charlie, most nem tudod, mekkora bűnt követtél el ellenem, Jézusom. Miért? Hát mondtad, hogy Facebook, átkattintottam arra a fűre, és így lepörögtek a hírek, és így premier plánba Balog miniszter úr fejébe jött elével, és görgetek gyorsan. Csak emlegetni kell az emmit, és már Facebookon is itt jön az orrom elé. Na, úgyhogy a találkozóra visszatérve, rajta vagyunk, de fiúk, írjátok már be akkor azt, ami nektek van ötlet. Írjátok be az XLS-be, légy szíves, most, és akkor ki... Hova? Melyik fűre? Hát ott a találkozó sorában, hogy találkozó hol, oda írd be, hogy hol, meg egy telefonszámot, és akkor fölhívom én őket holnap, hogy úgy fogok bemutatkozni, hogy sziasztok, a Pivko Krisztián ismerőse vagyok, ő nem hívott föl titeket, mert tróger, és el van állítólag szavazni. De én beszéltem, most miről beszélsz? Háromszor elmondtam neked a paramétereket. Milyen paramétereket? Ne a paramétereket mondd el, hív föl őket, kérjél tőlük árajánlatot. De mire kérek föl árajánlatot, amikor szólni kell, hogy megyünk, és megyünk? Igen, Krisztián, illendőség. Ezt úgy hívják, illendőség. De mondom, beszéltem az úriemberrel, és azt mondta, hogy ha igen, akkor jelezzünk, hogy be tudják táblázni az eseményt. Jó, ennyi. Akkor írd be nekem, és majd jelzek, hogy be tudják táblázni. Csak írd már meg nekem. Jó, a helyet, mondtam, hogy tudjak... Ugye ez a West End lenne, hogy ott egy kicsit tagolt a felső. Azért mondom, hogy meg tudjuk írd kapni, be, az egy kicsit szét van tagolva. Írd be a címét, meg ha van weboldal, és akkor szépen mérlegelünk, aztán összedugjuk a fejünket a héten most már érvényesen. Oké, elkezdem beírni. És akkor kitaláljuk, hogy most a nagy tér, vagy a kis tér, vagy a mit tudom is én, mi lenne a jó, aztán megszűjük a héten, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. És akkor... Esküdj! Esküszöm, hogy volt egy visszaszámlálós rész a Kaifunnak az oldalán, és lehetett találgatni, hogy mi lesz az. És mindenki találgatott, hogy valami cloud chaser, valami anyám kínja, valami nagyon durva. Na, és erre bejelentették az új Kaifun Mini V3-at. Én annak úgy megörültem. Igen, épp ezt akartam mondani, hogy szerintem a lehető legjobb dolog volt, amit tehettek egyébként. A legokosabb. Nem feltétlen. És a legjobbkor. Hát így mondja gyönyörű, ezt. Gyönyörű, szép nőies kazán, és a hölgyek is begyűjthetnek egy felújítható kazánt így TPD előtt. Gondolja ezt az, aki... Ilyen unalmas témák. Gondolja ezt az, aki észszerűen gondolkozik, de hát a sok klúcsészer az nem így gondolja, bár tudjuk, hogy ennek a kazának is biztos twice is amazing a ízképzése, meg a gőzképzése. Főleg, hogyha jó rátekered a bézre a topkepet, meg a csimnit, de hát tudod, most te is annak örülsz, amit szeretsz, vagy vársz. Mutathatnék neked olyan, mit tudom is én, milyen 58-akus módot, aminek a hülye amerikai örül,
őt meg ez a kájfú fogja hidegen hagyni. Érdekes lesz. Nem nézték meg egyébként annyian ezeket a videókat, hogy én ebből most azt mondanám, hogy ez egy piacot robbantó kazán lesz. Egyel több kazán szerintem a cuccaik között. Azt sajnálom, hogy nem lehet itthon megvenni eredetiben hazai kereskedőtől. Hát majd talán. Mondjuk engem, ami megfogott... Nem lehet itthon megvenni az, hazai kereskedőtől eredetiben. Nem lehet megvenni. Nem lesz 42-be se? Nincs. Nincs. Most. Még nincs, de még kazán sincs. Hát és V4-et látsz náluk? Nem. Volt egy időben. Hát egy időben. Nincs. Na, majd megnyomozom akkor. Én nagyon megörültem neki, mert egyből na, ez az a kazán, ami felújítható, úgy néz ki, tökéletes lesz Kingának májusra. És nem bonyolult. Azt igen. Azért nem tegyük hozzá, darabos. Hogy nem 5 millió alkatrészből áll. Hát várjál még, mert hogy az egy dolog, ugyanilyen könnyen videón szét lehet szedni a V4-et is, úgyhogy nekem a fő gondom ott az állítgatással, meg a szétszedegetéssel volt ott annál is. Úgyis én fogom tekerni, úgyhogy nekem meg nem tök mindegy. Hát, ja. Ja. Na, ugye? Nem? De? Na. 19. Na, megint igazából. Az. Mi van még? Ja, ott van még az a térkép, amit kitettél a párás sítóba. Ja. Sítóba. Mert hogy ugye, uraim, a helyzet egyre csak romlik. Fokozódik. Fokozódik. Körülöttünk is. És gyakorlatilag ez egy hihetetlenül jól összefogott infografika arról, hogy mely országokban éppen mi hatályos, illetve milyen ránk vonatkozó tilalmak léptek életbe. Úgyhogy azt hiszem ott pont ennek az oldalnak ezt a képét kopiztam ki, de hogyha valakinek kényelmesebb, meg jobban átlátható, akkor nyilvánvalóan itt az oldalon jobban lehet látni, hogy kire mi vonatkozik. Hát ugye a legnagyobb sajnálatomra itt a TAX feliratú csoportban ott van Románia, Portugália, Olaszország, és hát mindenki így tanulmányozgassa, hogy mi micsoda, illetve van egy magyarázat a jelölésekhez, hogy mi mit jelent. Mi még a mai napig nem tudjuk, hogy a TAX az gyakorlatilag Romániában mit jelent és hogyan, de nyilván előbb-utóbb megjelenik a végrehajtási rendelet, és akkor már tudni fogjuk, hogy mi újság. Egyetlen egy dologban bízunk, hogy Romániában még eddig nem vezettek be új törvényt, hogy visszamenőleges hatállyal. Ugyan január 1-től ér a TAX, de miután nincs végrehajtási rendelet, így azt gondoljuk, hogy a január 1-je előtt az országban készleten lévőkre ez még nem vonatkozik. Úgyhogy... Krisztián, nyitva van ez előtted? Hogy? Krisztiánt kérdeztem, hogy nyitva van ez előtted? Igen. Figyelj, nézd már meg a magyar rublikát, értelmezzük már egy picit. A cross-border sales tekintetében, ami ugye part of the TPD, you know, és akkor most lehet, vagy nem lehet? Mert nincs ott, de ez a TPD része, tehát akkor most ez a tagadás tagadása? Vagy hogy van ez most akkor ott? Nem egészen értem. Ja, not part of the TPD. Nem, hát nézd, ezt... ott van a part of the TPD-től jobbra, harmadik a magyar, ami egyébként igen. Azt mondja, hogy fully transposed the TPD. És akkor bal oldalon látod a cross-border sales-t, ami a TPD része, de a miénkben nincs benne. Tehát akkor nálunk nem lehet, mert a cross-border sales... Nem, hogy mit implementálnak belőle, szerintem ez arra vonatkozik, hogy lehet. Tehát nálunk nincs a határokon átívelő kereskedelem megtiltva. Hát nálunk az van, a reklámozás van átvéve. Az tiszta sor, de ez várjál, ez mikor, vagy mit mutat? Ja, hogy ez a mostani, aha.
Nyilvános helyen való használat. Igen. Ennyi. Én egy pozitív dolgot látok ebből a felsorolásból egyébként, srácok, hogyha megnézitek. Azt majd nézzétek, az országok, meg nem csak ti, hanem... basznak implementálni a TPD-t és regulázni az elektromos cigarettát, a nagyon soknak van tengerpartja. Úgyhogy ha mennünk kell... nagyon jó helyek is vannak itt még. Egyébként jó magam Svédországot preferálnám. Ha más nem, akkor eszünk majd rénszarvast, és csak reklámozni nem lehet, azt meg lefosom. Hideg, de érted, reklámozni nem lehet, ez alá, a reklámozás alá tolják be a párasító podcastet is. Hoppá. Úgyhogy de azt, mondom, azt Magyarországról szolgáljuk ki. Magyar nyelven. Na mindegy, azt se felejtsétek el majd, ha nézitek a táblázatokat, kedves hallgatók, hogy nem csak a kis ikonokat kell nézni, hanem azt is, hogy az a nemzetiség, vagy az állam, az milyen színű dobozban van. Tehát ott van, hogy vagy kék, vagy barna, vagy zöld. A metálvilla az a zöld lenne. Hát igen. Ami fura egyébként, hogy azt mondja, hogy na ezért nem értem, mert látod, nézd meg a UK-t. Igen, a UK-nél a CBS az ott van. Az igen, ez most volt, a héten röppent föl valami, jött ki megint valami doksi az implementációs fázisról, és ment is a hiszti róla, hogy fölröppent, hogy cross-border szél korlátozás lesz. Sőt, hát gyakorlatilag, ha megnézed, akkor az összes közül náluk a majdnem, hogy a taxon kívül minden ott van nekik. A public place, a cross-border, az advertising, az is ott van? Az is ott van. Igen. Jaj, összelekvideltem magam. Az egeremet is össze kell. Várjál, nézzük már meg, itt van... Szlovákia? A cseheket megtaláltam. Ott van a kékben hátulról a harmadik. Ja, ja, ja. Mindenük megvan nekik is. Kipipáltak minden. Ezt ne csuriszkoljuk már, jó? Köszi. Likvides a kezem. Hát azt akkor menj a fürdőbe addig. Mit akartam mondani? Mert gondoljuk már, hogy ugye sok kereskedő abba is gondolkozott, hogy majd akkor, és akkor vegyük számba azokat, ahova menekülhetnének a hazai kereskedők. Hát figyelj, Bulgária. Ne, hülyeséget ne beszéljünk. Most, amik itt vannak, és ugye Szlovákia, gáz, akkor a másik horvát ország az még ezek szerint fasza. Mi van még? Hát Ausztriában nem hinném, hogy átmenne bárki is, de még Ausztria is lehet esetleg menekülő út Győrtől nyugatra, vagy mondjuk a Skrabantia Vapersnek. Hát és ennyi kb. Igen. És akkor nézzük meg most a medvék őshazáját. Azt mondja, hogy miért találom én nehezen meg ezeket a rohadt zászlókat? Zöld, hátulról a harmadik. Minden keresve hátulról a harmadik. Megvan. Na jó, hát akkor igen. De hát ez is olyan, hogy na, fifika, a pálinkát is megveszi az ember, aztán azon is van adó. Jó, hát nyilván állj neki úgy, hogy ez sokkal jobb, mint ami itthon van mondjuk. Figyelj, Charles, ezt most már nem is tudom, két jogtanácsossal próbáljuk kiderítetni, de mondom, amíg a konkrét végrehajtási rendelet nincs kint, addig nem tud. Abba bízunk egyébként, hogy ez a milliliterre megadott és ugye erősség nélküli adó kijelentés, abba bízunk, hogy ez a pure-ra vonatkozik. Ha ez a pure-ra vonatkozik, akkor nincs semmi baj. Tehát, hogyha érted az alapanyagot... Én értem, de ezzel már múltkor már beszélgettünk elég sokat. Tudom. Szerintem ez nem így van. De várj egy picit, hol van az a... Close.
Az a kérdés nekem még, hogy ez a jogi záradék, ez még mi az anyámat takarhat? Nagy a csönd, tehát szerintem akkor ti se tudjátok. Fogalmunk sincs. Mert hogy ott van egy, a következő infórész, az ugye az első a TPD implementáció az államokban, a második az pedig az e-cigaretta szabályozás Európában, és ott benne vagyunk a full TPD implementationben, benne vagyunk az e-cigaretta szabályozás halmazban, benne vagyunk a... Igen, és akkor itt ugye benne van az összes többiben is, tehát ránk, minthogyha, hogy mondjam, mi az a spanyol csizmát adnának éppen. Igen. Mi? De megnézed az angolokat, ők is ott vannak mindenhol. Jó. Szinte. Kell keresnünk egy kibaszott lakatlan szigetet. Ahol van töltő? Ahol van töltő? Málta, nézd meg. Ja nem, Ciprus. Ciprus az jó. Csak... Ott nem lehetne csinálni, hogy kijelölnénk egy területet, és azt mondanánk, hogy TPD-mentes övezet? Figyelj már! Gőzlés. Várjál! De olyan hülyék vagyunk, hát nem kell messzire menni. Hát elmegyünk a ciprusi nagykövetségre Budapesten, és ott nem Magyarországon tényleg vagyunk. Bemegyünk a kerítésen belülre, és fújjuk kifele a gőzt. De ugyanezt akkor megteheted a görög nagykövetségen. Vagy a kínai nagykövetségen. Vagy a kínai, vagy bárhol. Ez pont a múltkor, ezt talán föl is vetettem, már nem emlékszem, de pont arra sétáltunk a fasorba, és akkor ugrott be, hogy hát basszus, a boltosoknak kellene bérelni a nagykövetség területén egy kis sátorhelyet, ott megnyitni a boltot. Bocs, én Kínában vagyok, miről beszéltek. Tényleg ez mekkora ötlet? Vámmentes övezet van, nincs. Kínával van. Kínával van vámmentességi egyezmény, azt hiszem. De ezt Charlie jobban tudja. Mit szeretné, mert közben mást olvastam. Te ne olvasgassál. Te ne olvasgassál, miközben itt próbálunk életet lehelni beléd. Na, mi a kérdés? Mi hát, a kérdés? Van, mi a kérdés? Ilyen, hogy vámmentes övezet, vagy mit tudom. Vámszabad területre gondolsz? Vámszabad terület, igen. Hát az egész tehát más. Ott, a vámszabad terület... De ott, figyelj, várj. A vámszabad területen érvényes a TPD? Kérdezel valamit, és aztán közbevágva nem hagyod, hogy végigmondjam. A vámszabad terület az olyan termékek vannak ott, melyeket még nem... Mi a faszon folyik itt? Várjál meg közben... A rohadjon meg, amit a Blacky küldött, tudtam én, bazd meg, hogy ezt nem kéne, de úgy meg fogom videózni ezt a neboxot, bazd meg. Ebből is csak folyik kifele, rohadjon el. Szóval a vámmentes terület az nem azt jelenti, hogy ott te bármit csinálhatsz a terméke, hanem addig, amíg az eljárás le nem folytatják, addig annak ott kell lenni a picsába. És azzal ugyanúgy el kell számolni, attól függetlenül még. Bocsánat a hangomért, csak közben így törölgetem az asztalt, mert a minőségi barackodból... Na de hogyha mondjuk ezt tovább folytatjuk a bigyót, hogyha a horvát vagy egy ciprusi, tehát EU-s nagykövetség területén nyit valaki e-cigi boltot, akkor oda simán be lehet menni és ki lehet jönni, mert a birtoklás már nem korlátozhatják, oda bent pedig annak az országnak a dolgai vonatkoznak rád. Kérdés, hogy ott be volt nekik x-elve a országhatárokon átívelő kereskedelem? Hát nálunk nincsen, Horvátországban és Ciprusban sincsen, és Bulgáriában sem, és Luxemburgban sem, és Görögországban sem, és Szlovéniában sem. Tehát itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab európai tagállam. Kedves kereskedők, ez az ötlet hármunk részéről még ingyen volt. Figyelj már, és ez érvényes mondjuk a konzulátusokra is? Ezt nem tudom, látod. Hát én még nem nagyon láttam kirakodó vásárt konzulátus. Hát de figyelj, mondjuk egy ciprusi konzulátus nyitni bárhol, érted? Tehát, hogy már nem e-cigi boltot nyitsz, hanem konzulátust.
És akkor mindenki tudja, hogy hol voltál. Á, itt voltam a konzulátuson. A debreceni kirendeltségükön. Van 3 millis tankjuk. Hát elég szomorú, hogy már ilyenek. Pont ezt akartam mondani. Pont ezt akartam mondani szóról szóra. És elnézem ezeket az országzászlókat, meg elnézem a TPD-t, meg ilyeneket, hogy az ugrott be nekem, hogy még az unokáink is a TPD ellen fognak küzdeni. De Krisztián, ez olyan lesz, mint a kibaszott 20-as években a szesztilalom. Szesztilalom. Ezt akartam, csak beugrott Fifikának a izéje, a Liquid videója. Hogy vannak ezek az örök klasszikus videóknak. Szóval majd az lesz, hogy figyelj, gyere már, hallod? Nem jössz át? Mit csinálunk? Társasjátékozunk? Meg tudod? Nem mondd ki, tudod? Van nálad 0,5-ös kazán? Felújíthatós? Oh, de durva. És tudod, és az lesz majd a társasjátékban dobsz, és akkor kimaradsz 2 szívásból. Most szívhatsz. Önts vissza 2 milliliter. Igen, ez a... Most szívhatsz a hatos nikotinos likvidből 2 slukkot. Nyertél 3 csepp aromát. Azt! Jaj, gyerekek, milyen? Hát... Mondhatok ilyet, hogy beszartam? Na. Ma elmentem kanna csapot venni. Azt tudjátok mi? Tudom. De itt olyan dolgokat tudsz mondani, Fifika. Itt van nálam a likvides kanna csap. Az ember állva leesik. Így van. Tehát a likvides kannára csapot venni. És hát hol a fenébe keres az ember ilyen csapot, hogyha nem egy mezőgazdasági szaküzletben? Na, Szeged egyik legzseniálisabb mezőgazdasági szaküzletet, tudod, a növényvédőszertől, a gumikesztyűn keresztül, a csapos üvegén. Ipari nikotin. Minden van. És akkor így megálltam a borászati részleg előtt, nézelődök, egyszer csak nézem. Ugyanolyan üvegbe, vagy PTFE palackba, mint az enyém, csak nem gyerekzárasba, glicerin. Az üzletbe. Mellé nézek, meggy aroma. Hát mondom, bazd meg. Hát itt most össze lehet keverni, érted, egy likvidet. Azt nem is likvid módban vagyok. Hát valami se... Ja, még egyel arrébb nézek, folyékony füst. Hát ez kész. És akkor megfordulok a másik polcon, meg az üvegáruk között, olyan ilyen torony alakú üveg, részcsappal az alján, érted? Dögöljek meg a 100-as találkozóra, gyerekek, olyanból fogunk likvidet mérni. Tehát viszek palackot, viszek ilyen toronyüveget részcsappal, és mindenki csapolhat magán. Nem, Fifika, itt fog elválni a férfi a fiútól, a podcast hallgató a pseudo hallgatótól, aki nem hoz üveget, fog likvidet kapni. Zsír, Charlie, tehát akinek üveg, nincs üvegje, üveg, az üveg. Nem elcigizik. Hát ennyi. Itt tettünk pontot a mondat végére. Hát ennyi. Zseniál, gyönyörű, érted? Úgy meghatódtam, amikor ránéztem arra egy ilyen, nem is tudom, ilyen 80 centis vagy 1 méteres üvegoszlop. Maradjál csöndbe, adjuk meg neki. Hallod, Krisztián, látod magad előtt Fifikát áll a boltba, így a hóna alatt van tudod, ez a 60 éves emberek, akik ezt a autós táskát így körbenéz, így áll, körbenéz, elpárásodik belülről a szemüvege, fölemeli, bal kézzel így benyúl alá, megtörli a szemét, és így mondja, hogy hazaérkeztem. Istenem. Kész voltam, érted? Fifika, annyi jó ötletünk volt ebbe a kurva adásba. Ilyen nincs. Tehát... Igen, megcsináljuk
csinálunk bazd meg, egy, hogy ne unatkozzanak nekünk ott a podcasterek, csinálunk társasjátékot nekik. Ki fogjuk rakni az asztalra, bazd meg, valamit kinyomtatunk, és akkor ez a hányat dobtál, kimaradsz két szívásból, és a többi, zseniális, szabadalmaztatni fogjuk, be fogom kasírozni, aztán itt van neked a csapos likvid oszlopod, zseniális, így fogjuk osztani. Mújó, te jössz. Milyen ötleted van, ami megrengeti a világtörténelmet, de legalábbis 2016. Nekem most az jutott eszembe, hogy teljesen el vannak a hazai forgalmazók. Hát itt a megoldás, basszus, mezőgazdasági boltá kell átalakulni. Visszatérnek, tudod, ezek a vegyibót. Ez lesz a igen, megoldás. Igen, vegyibót. Ruhafesték van? Van bizony. De tolkodni kurva jó. A mód sem mód lesz, hanem manuális, hogy hívják, háztáji szalonnagőzölő. Én tudom. Kézi szalonnagőzölő. Én nem mondom el. Adásban nem merem elmondani, hogy mit találtam ki, mert egy, a kínai hallgat, kettő, a kormányzat hallgat minket, de el fogom adás után mondani, hogy én mit találtam ki. Csak mondjatok ennyit nekem, hogy 5-10 csatlakozó. Köszönöm. Oké. Okay. Egy nagyon jó ötletem van még, hogy a 100. podcastre, Charlie, egy darab fehér lepedőt. Milyen anyagból? Nem az a kérdés, hogy fehér lepedő, milyen anyagból? Tök mindegy. Hát, mint a leszerelő zászló volt annak idején. De mi vigyük, vagy hozassunk? Mert mi viszünk? De miért mi viszünk? Már megint mi viszünk, nem. Lackó Attila hozzon lepedőt, mert neki a menyasszonya ilyen Szabó Varró. Ő tudja, hogy milyen anyag micsoda. Ő, ha hoz, okay, jó. Oké, okay, és akkor tudod, mint a leszerelőz, azt is mindenki aláírja. Jó, hol a faszba fogod kirakni? Mert még mindig a kocsimban van a két láthatósági mellény a tüntetésről. Meg a szekrény tetején a vízforraló. Nem, csak elhoztam, hogy majd valamikor a fifik a kocsijába bedobjuk. Egyesület, menjen. Így van. Ez nagyon jó. De egyébként azt is meg tudnánk... És ilyen vándorzászló lesz, tehát képzeld el, amikor így könnyes szemmel az unokáink így kihajtogatják. És ez volt a 100. podcast találkozó zászlaja. És igen, hallod? És rárakjuk majd úgy, tudod, hogy... Őrizték a lángot, érted? Várjál már, a nikotinos folyadékokat az üveg alján egy picit elkenjük, és tudod, rárakjuk, és akkor ott marad a nyoma. És az egy idővel majd úgy besárgul, meg elszíneződik, és oda néz, szerintem ez egy 2016-os Mystic 100 millisnek az üvegje. Az egy jó évjárat volt Málnából. Hülyeséget beszélsz, az összes jó volt abból Málnából. Nem csak a 16-os. Na, hogy ilyeneket. Ez kurva jó lesz. Nagyon jó. Várjál. Tehát én már így látom magam előtt, hogy 300 év múlva már tudod, ilyen fa keretes üvegvitrin alatt lesz, megfelelő megvilágításban nyilván, hogy ne rocsolódjon az anyag. Hülye vagy, mint a függetlenségi nyilatkozat. Sőt, egy óriási csillogó-villogó vitrínbe lesz, légmentesen, hermetikusan lezárva, és állandó rabsorban senyvedő emberek lesznek láncra verve, tehát Ildikó és Tibor ott lesz permanensen odaláncolva, és amikor egy folt keletkezik valahol, akkor így azonnal hadd csillogjon-villogjon. És ha nincsen folt, akkor fest a neveket kell felolvasni, tudod, a 2006-os nagyjaink. Oda néz, ott volt a Rácz. Ott volt a Ficsor. Ha! Isteni elme volt. Isten nyugasztalja. Na, ilyen. És ezt kell majd olvasni. Ha megvégképp nincsen, akkor mint a Simpsonsban, amikor a leírod 100-szor helyett elmondod 100-szor, ha valaki egy gőzlér arra jár, akkor mindent így el kell dobni, vigyázba kell állniuk, és azt harsogni, hogy tisztelettel fogadom, soha többet nem hazudok az elektromos cigaretta egészségügyi kockázatait illető. És már pedig a lipidek nem léteznek. És a popcorn tüdő igenis jó.
Hát fantasztikus agymenésünk volt. Zseniális. Menjünk rá az olvasói kérdésekre? Ugorjunk, ja. Oksa, Demeter, nem lesz sok egyébként, Demeter előd kérdezett párat, a többi értelmetlen volt tényleg. Az idiótaság, ne továbbja. Ti milyen rendszerességgel tekertek új fűtőszálat? Minden vatta cserénél? Ha nem, mi alapján döntitek el, hogy mikor van szükség rá? Ki kezdje? Igen. Hát mondjuk én kezdem, jó? Jó. Tehát én soha nem tekerek, most már soha nem tekerek új fűtőszálat. De azért. Egyébként én valamiért mindig vatta cserénél újra tekertem a kazán fűtőszálát. Nem tudom miért. Folytatom én, hogy pörögjön a téma. Nekem én nem vagyok temp control huszár, én Kantál Jedi vagyok, és nekem vannak nagyon jó bevált tekeréseim. Ez olyan, mint egy jó Linux szerver. Ha működik, nem kell frissíteni. Nekem volt olyan tekerésem, amivel direkt Blacky miatt elhanyagolt háziasszonyok csoportját. Hát ez most írta rám, Boris. Várjál, hívjál be azonnal. Szóval, hol tartottam? Kantal huszár vagy. Ja igen, hogy nekem van olyan tekerésem, ami utazás előtt azért nem tekerünk, nehogy szart tekerjünk, és utána még egy ilyen jó 4-5 hónapig használtam, amíg el nem fárad, vagy ki nem nyúlik. Hát azt látja az ember, mikor az elején megtekeri, és mondjuk teker 1,4 ohmra, és ahogy változik az ellenállása, mondjuk már egészen elmész mondjuk egy hétig, már hogy nem egy hétig, hanem 1,7 ohmig, akkor már, meg már nehéz lesikálni, mert nagyon retkes, nem tud leégetni, egész más a színe, mint az újnak, akkor újra tekerek, de tényleg nem tudom megmondani, hogy szerintem hát egy ilyen 3-4 havonta tekertem én a kazánokat, de nekem is vannak ezek a integrált betétes cuccok, úgyhogy ilyen is, olyan is. Akkor van rá szükség, amikor már tényleg olyan, mint hogy egy kis smirgli papír lenne a tetején, mikor megsikálod akkor is, mert már nem az igazi. Befejezted? Na, hát ugye én szinte kizárólag 99,9999%-ban Aperszót használom, mikrokorlos vattával, és nekem is az az 5-6 hónap, amit te mondtál, egy-egy jól sikerült tekerésnél, ha nem túl vehemensen húzom újra a vattát, és nem cseszem el, simán kibír egy fél évet is akár maga a tekerés, csak le kell égetgetni róla. A vattát magát, azt pedig egy 2-3 hetente szoktam cserélni, amikor már úgy érezhetően oda az állaga, de maga a fűtőszál az hónapokig marad nálam. Hát van nekem jobb dolgom is, mint hogy ezzel bohóckodjak. Következő kérdés ugyanúgy Demeter előttől. Van-e különbség vatta és vatta közt? Ez idáig japán vattát használtam, most viszont kipróbáltam az úgynevezett cotton bacon vattát, ami használhatóságát és élettartamát tekintve is jobban teljesít, szerintem. Hát persze, hogy van különbség vatta és vatta közt, de én ennek nem tulajdonítottam soha ekkora jelentőséget. Én leragadtam a nevezzük Mui-nak, vagy Muji-nak, tök mindegy, meg a Rayon-nál. Ennyi. Nekem üvegszál, fémszövet, meg ez a két vatta, aztán csókolom. Tehát én ezeket a Fiberfricks, meg cotton bacon, meg a tököm tudja milyen színű szagú, ami a dohányt jobban kiadja, én ezekben nem hiszek, és nem is ülök föl erre a szekérre. Úgyhogy, de tudni kell rólam, hogy én olyan vagyok, hogy például én nem szeretem, és ez egy off, én nem szeretem a szilvát. És tudom, hogy nem szeretem a szilvát, soha nem ettem életemben szilvát, így fogok meghalni, nem akarom kipróbálni a szilva ízét, maximum lekvárként, de egyébként semmi máshoz. Tehát nekem ilyen eleve elrendelt dolgaim vannak. Ilyen ez a vattával is. Például.
Többre értékelek egy jó üvegszálat egyébként. De ez volt az én véleményem. Ti jöttök. Nem tudom, én is kipróbáltam egy halomvattát, de tudod, ez a, tehát olyan hangyafaszányi különbségek voltak vatta és vatta között, ami nem biztos egyébként, hogy a vatta. Tehát tudod, ez olyan, mint a boros üveg címkézés. Tehát én mondjuk rayont használok. De nem úgy, Fifika, hogy attól is lehet, két rayon között is van olyan különbség, hogy most mikor igen, mostál utoljára sokkal kezet? Fontosabb. Mennyire mostad le róla a tisztítószert? Hogy fogdostad össze, így hogy van, pödölted, éppen mennyire, milyen likvid, éppen mennyire sűrű, mennyire hogy sikerült a tekerés. Tehát én azt gondolom, hogy itt a vivőközeg, a vatta meg az üvegszál között viszont már óriási különbség van, vagy a fémszövet között óriási különbség van. Tehát ott azt mondom, hogy oké, tehát ez teljesen egyértelmű. De hogy vatta és hát, vatta maximum között... az a különbség vatta és vatta között, ahogy én megfigyeltem, hogy az egyik ugye dagad, a másik összeesik, éppen hogy miért használsz, arra kell odafigyelni, hogy lehetőleg egyformákat variáljál, mert amikor elfelejtett, hogy melyik dagad, én például pont most voltam így a múltkor, hogy van háromféle vatta a kis dobozomba, és pont az esett kézre, hogy valamelyik másikkal tömjen meg, és így passzentos volt, és már elkészült, amikor beugrott, hogy hú basszus, már nem is emlékszem, hogy ez most dagad vagy esik. De aztán sikerült pont jó belenyúlni. Igen, igen. Jó, akkor ennyi, és ehhez még Ziegler Feri ráfűzött egy kérdést, a listához hozzávenném még a kereskedelem kapható például Ebelin vattát is, lehet, hogy ezek egy idő után alternatívák lesznek majd kezdtem a korlátozások miatt. Én ezt... Én is. Én nem. És ráfűzném, hogy én egyébként vattából a patikai vattával, és tök fura volt megfogni a rayon után azt, az is itt van még mindig a dobozban, de hogy korlátozás szinten én ezt nem gondolom, hogy ennyire lehetne korlátozni. Tehát a tulajdonképp a Mui, nevezzük most Mui-nak, a Mui vatta sem e-cigaretta termék, az egy szépségiparban használt olyan, mint a nálunk a vatta korong, csak a hülye japánoknál szögletesre van vágva, mert szeretik kihasználni a területet, nem gyártani felesleget. Náluk ilyen a formája, de az alapvetően, várjál, azt mondja, hogy elolvasom, hogy mindenki okos legyen, ne csak én. Organic cotton, 100 pure organic cotton, chemically treated, bleached, pigmented, utilizing softness for your skin. Tehát ez nem arra tervezték, hogy az e-cigijébe az ember behúzza, arra is tök jó, hanem ezt ilyen arclemosó korong, meg mit tudom is, milyen kenceficéket lehet fölvinni a bőrre, mert hogy nincsen benne semmi mesterséges tisztító, meg fehérítő, meg anyám kényszer. Tehát én nem gondolnám, hogy ezt valaki úgy le fogja korlátozni. Hogy ebből a szempontból egyébként ugyanaz, mint az Ebelin, csak az Ebelin nincsen lapra préselve, ez meg úgy van. Igen. Ennyi. Úgyhogy... Szerintem ezeket nem végig lehetne azon is menni, hogy mit fognak majd, mit tudom is én, és a kantál, bazd meg, azt se fogják, tehát amíg van húzal, meg vatta, meg üvegszál, bazd meg, hát nekem kell a izéhez a viharlámpámba. Azt ennyi, csókolom. Pisti van? Ne, meghalt Pistike. Labdája, tessék már ledobni. Na, menjünk tovább, csapassuk akkor a következőt, mert kérdés már nincs, mehetünk a könnyed sorozatok irányába. Ki kezdje? Visszaváltok a megfelelő fülre. Ti kezdjétek. Azt a Nightmare-eset nem én írtam be, kezd akkor azzal. Azt a Nightmare-est azt én írtam be, a Six-nél találtam a Comment Common új sorozat, ez a Night Manager lenne egyébként, Hugh Laurie is játszik benne, meg még Tom Hiddleston és Olivia Colman a főszereplő, AMC-n fog jönni, és a világpremiér után már ez is a jó megszokott módon fog érkezni a magyar csatornákra is. Arról szól az egész, hogy egy veterán katonát beszerveznek hírszerzőügynöknek, hogy beférkőzzön egy üzletember belső köreibe, és
szét kell robbantania egy titkos fegyverkereskedelemmel folytatott bűnszövetkezetet. És ennyi. A sztori egyébként érdekesnek tűnik, a szereplők nálam már legalább annyira jogosítják, hogy megnézzem már a pilotot, aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább. Nekem ígéretes. És most nem baszóskardozós, meg nem olyan konkrét véres öldöklős, mint az eddigiek. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig az ugye folytatódott a Blacklist, már nem most. Ezt nekem most spoilerezve masszívan. De most már mindegy. Ja, nem, igen. De jó. Nem, hát már olvastam, amit odaírtál. Akkor nem spoilerezek. Hát de nem tudod, hogy ki és milyen. És lehet, hogy hogy a Reddington terhes. Na, az menő lenne. Terhes. Jó, akkor ezt nem spoilerezem el. Akkor mondja te a továbbiakat. A végére értem, most futott le, illetve egy ideje lefutott, csak félre raktam, hogy majd megnézem egy blogba az összes többi mellett. A Legends című sorozat, ami ugye Sean Bean a főszereplője, és egy ilyen nagyon durva amnéziába szenvedő ügynököt, kémet alakít. Nem tudom, hogy néztétek-e az első évadot, vagy a másodikat, vagy egyáltalán nézitek-e. Minden esetre a második évadnak én most értem a végére, és nagyon durván bedurvítottak, irgalmatlanul vad fordulatok vannak benne, és hatalmas csavarok, és még a végére is így cliffhangernek tartogattak egy ultra durva csavart. Úgyhogy ha valaki nézte az első évadot, és valamiért elfeledkezett a másodikról, az pótolja be, baromi jól sikerült ez az évad. A másik pedig lenne a Jekyll és Hyde, ez egy új sorozat, brit sorozat, és nem meglepő módon a korabeli Dr. Jekyll és Mr. Hyde mitológiát dolgozza föl, és igazából a Dr. Jekyll és Mr. Hyde-nak az unokája játsza a főszerepet, illetve nem, mert egy színész játsza a főszerepet, nem tudom a nevét, de hogy alapvetően a... De ez csak egy film, senki ne gondolja, hogy ez komoly, ez egy film. Nagyon érdekes. Egyébként én szeretem ezeket az ilyen misztikusabb vonalra elkalandozó sztorikat, és hogy nagyon jópofa csavarokat vettek, mert ugye alapvetően a Dr. Jekyll és Mr. Hyde sztori az egy baromi egyszerű történet, megiszik egy kikísérletezett lötyit a doki, és akkor időnként előtör belőle Mr. Hyde, aki egész másképp viselkedik, mint ő, és jaj, csúhaj, trallala. Most itt kiderül, hogy itt tökre másról van szó, nem anélkül, hogy spoilereznék, hogy egy egészen nagy történelmet és feneket és sztoriádolgozást kerítettek ennek a sztorinak, és hogy egy nagyon jópofa, akciódús, dinamikus kis valami, ennek is lement az első évadja, hogyha valaki éppen nem tudja, hogy mit nézzen, akkor ajánlom neki, hogy lesse meg a Jekyll és Hyde-ot. Na én ez az épp így ment le a sorozat első évadja, így vagyok a Fargóval, ahogy most darálom a második évadot, hogy utolérjem magam, mire jön majd a már követett sorozataimnak a nagyja. De hát ott is van még egy fél évadom, egy vastag fél évadom. No mindegy. Fiúk, nincs már más, csak a videó meg a kultúra. Én a kultúrába fölvettem a lábvizet. Zsír. És akkor mi legyen a videóban? Hát akkor rakjuk... Berakjuk most oda a Kaifun mini... Kaifunt, igen, arra gondoltam. Jó. Jó, akkor én azt oda B teszem, és utána már csak a kaput kell behúzni magunk után. Persze, hogy rossz helyre rakom. Idióta. Gázóra fejű fasz. Itt mindjárt elalszik. Charlie-ró átragadt rám ez az álmosság. Hát az a jó, mert hogy én egyszer se ásítottam, és nem voltam álmos. Kuncogtatok, amikor valaki bedobta Facebookon azt a szójátékot, hogy a pár ásító, és neztek, itt van. Mi vagyunk a párafarm csalogányai.
Várjál, de hogy mit mondtak, azt még meg fogom keresni. Mi annak a párásító, és talán, vagy nem, hát a tököm tudja, most nagyon meg kéne túrni a netet érte, hogy mi volt, ami ilyen találkozós, és az éve volt kapcsolatban a porlasztóval. Ja, igen. A következő, a 200-adiknak az lesz a neve, mert az egy hatalmas nagy találkozó lesz, hogy porlasztó csúcs. Szerintem ez kurva jó. Porlasztó a csúcs. Sorozat, én nekem most az jutott eszembe, hogy ez a filmsorozatokat kitárgyaló résznek meg az legyen a neve, hogy parásító. A parásítóról jut eszembe, hogy igen, jó ötlet, köszönjük, és Mujó, nem akarsz-e betársulni február 4-e környékén a fiúnak a vetítésére? Ami? Mire? The Boy. Azt mondanám, hogy horror, meg azt mondanám, hogy játszik benne a Glennek a nője. Tudod, egyszer talán beszéltük is podcastben, hogy ráhagynak egy porcelán babát, hogy etesd, gondozd, és akkor ő meg elröhögi magát, aztán a baba így arrébb megy magától, meg könnyezik, meg anyám tudja. Mi ez, moziba hívsz, Charlie? Igen. Vagy jól értem? Hát nem csak én, hát mások is jönnek, csak téged is, akkor mondom, elhívnálak, hogy menjünk, azt nézzünk horrort, mert a feleségeket nem lehet ilyen 18 karikás. Igen, mikor van ez? Február 4-én van a premier. Február 4. Az jövő hét. Lehet róla szó, most nem merem megígérni, mert még lehet, hogy közben jön valami, de alapvetően jól hangzik. Hát mit tudom is, én fölveszük a podcastet, és akkor utána elindulunk. Jó. Zsíros deszka. Jó van, fiúk, egy adás címet szűjünk még meg spontánba. 93. X-akták, mert arról nem beszéltünk. Nem beszéltünk róla tényleg. Azt a következőre írjuk. Én még nem is láttam, az félre van téve, hogy az. Ki jött az első két? Én nem tudtam magam meg erőszakolni vele. Hát, nagyon vegyes fogadtatás. Azt mondják, hogy az első rész az gyakorlatilag így mindenki nézett, hogy úristen, az olyan, mint a szembe mentek volna saját magukkal. És mindenkit arra biztatnak, hogy de nézze meg a másodikat, mert a második már tényleg tök jó, az már olyan, ami ennek lennie kell, stb. Hát nem tudom, nekem ezek az újra, nekem maga a sorozat se tetszett egyébként, mindaz mellett, hogy még magazint is adtunk ki annak idején X magazin néven, és nem titkoltam. Mit nem csináltál, Fifika? Hát Jézus, mit nem csináltam? Akasztott ember nem volt. Így van. Ugye 3 évfolyam volt annak idején, és ez egy sci-fi magazin volt, de mindenki nyilván, aki rajongott ezért a sorozatért, annak az első rész az valami irdatlan kasza, és a második résztől élvezhető a történet. Na, 93. Nézek egy adásmenetet. Jaj, nekem már mocorog egy ideje a fejemben, hogy én ezt nagyon fontosnak tartom, most teljesen fel vagyok buzdulva itt a fog ápolás kapcsán a témában, hogy irány a fogorvos. Akkor viszont a kultúrában kereshetnénk plusz egy videót, ami mostanában pörög reklám, hogy anya azt mondja, hogy minden nap kétszer kell fogat mosni, de ő közben sosem meg most ő sem most fogat. Igen, jaj, képzeljétek el, hát így pont a téma kapcsán végignézegettem az összetevőit a fogkrémjeimnek, és mit nem találtam? Csak nem glicerin. Hát glicerin. Ráadásul ugye itt előfordulási mennyiség szempontjából kell sorrendbe rakni, az a szabály vonatkozik rá, ez és ilyen előkelő második is helyen az összetevők között a glicerin. Akkor én nagyon hátranéztem oda a hátsó felemhez, meg vissza a fogkrémre. Elgondolkodtam. Nézd meg a menjél föl gyorsan a Facebookra, és nézd meg a profilképemet. Így tartom most keresztbe az ujjaimet. Glicerin! Az ördögtől való. A Facebookra, mert megint szembe jön a Balogh Zoltán. Mit szólnátok ahhoz az adás címhez, hogy kivágtuk a fogást?
De az előbb már valamit mondott Mujó. Mit mondtál Mujó? Irány a fogorvos, azt mondtam. És te meg mit mondtál, Fifika? Kivágtuk a fogást. Kiváltjuk a fogást? Vagy mi? Kivágtuk, vagy mit tudom. De miért vágtuk? Előhúztuk a fogást. Várjál. Na ez nagyon izzadságszagú. Nem, buzdítsunk mindenkit arra, hogy menjen fogorvoshoz. Irány a fogorvos. Legyen. Hát Krisztián mondta, én csak helyeslek. Kivételesen akkor egy ilyen közhasznú adászínünk lesz. Irány a fogorvos. Fuck yeah. Jó van, fiúk. Akkor örülök, hogy itt voltatok velünk. Mi már kiexpertkedtük magunkat fogkrémben, fogsejemben. Szájvízben, úgyhogy... Fogmosási technikákban. Glicerint a szájba, ne a végbélbe. Hadd szóljon. Sziasztok! Egy élmény volt. Sziasztok! Köszi, sziasztok!